6 óra múlt, gyerekek, 13 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek! Sziasztok! Hello! Hello! Nagyon szép szerda reggelt mindenkinek, és ahogy kinézünk itt az ülőjúti felüljáról, azt láthatjuk, hogy az is van nekünk. Rohadt szép, rohadt ideg van, gyerekek. Ugye, szóval most megint nagyon megtévesztő. Én nem tudom, mitől függ, hogy napközben ugyanannyi. Ez a 16-18 jó, de tegnap 8-9 fok, ugye? Reggel, most meg ilyen 3-4, és olyan hideg, én kint parkoltam, hogy a gyerek ne ébredjen föl, nem álltam be a garázsba. De mi, itt a Beni? Miért nem hoztad be? Nem, hát most szeretném. És ha jó, hogy alszik hátul, de hát el van itt, ott a kis székre ráfektetné. Persze. Nem? Jön, megy már, persze. Én visszaringatom, hogy esetleg megébred. Igen, hát azt. Kicsi. Igen, de gyerekek, hát ez megfagytam. Nem vettem föl kabátot, nem kapcsoltam be a fűtést a kocsiba, és hát ez valami elképesztő. 3 fokocskát sikerült mérni. Úgyhogy ez a legrosszabb, amikor tényleg nappal már meleg van, de reggel este még hideg, meg újra már hideg, ugye este. Úgyhogy mindenki jól öltözön föl, ha valaki most indul, gyerekek, mert nagy a hideg. Hűvöske van, viszont ha már az időjárásról beszéltek, akkor új és zseniális ötletem van. Én nem akarom már megint a köztévét savazni, mert beszéltünk róla, eleget nem is savazás. Gyerekek, miért nem kell a Reis Andris nekik? Reis András, tudom, az ízesen beszélő, akit igen. Mindenki imádott, szerintem. Hát és nem csak ő, ugye, mert hogy... Persze, a kollégáival együtt, ők ugye egyébként tényleg meteorológusok, és a Magyar Meteorológiai Szolgálatnál dolgoznak, őket kidobták ugye a tévébe, ott dolgoztak, és mi szerintem minden, én persze. Imádtam a csávot, hát hogy megjött. Egy jelenség. Egy jelenség, egy nagyon jó fej. És kitették, én is olvastam. Mire hivatkoztak? Mert hogy én láttam egy olyan cikket, csak nem volt időm megnyitni, hogy ezért nem kell Reis András, de nem nyitottam meg, mert nem tudom, mit csináltam. Én megnyitottam, mit írnak? Semmit. Tehát, hogy nincs igazán indoklás. Másokkal képzeljük el a jövőt. Igen. Van hozzá számunk. Van. Hívjuk föl. Hogy most? Nem, hét után. Azért, mert szegény, hogy fog örülni 6 óra. Után néhány kérdezzük meg, azt nem értem egyébként. Megmondom, hogy szerintem tök igazad van, és tök jó, hogy behozod, mert hogy szerintem baromira nem mindegy egyébként, hogy ki mondja azt, hogy milyen idő lesz. És ha valaki már hitelt nyert, és valakinek te már elhiszed, hogy jó idő lesz, vagy rossz idő lesz, azt miért nem tartják meg? Tehát nekem hiteles kell, hogy legyen egy műsorvezető, hiteles kell, hogy legyen ugyanúgy egy időjárás jelentő, és nem mindegy, hogy ki mondja. Nem, hát azért a legtöbbnek van olyan végzettsége, ha nincs, kicsit kilóg a lóláb. Most vagy az újaknak is van, csak nekik nincsen képernyős tapasztalat. Figyeljetek, hát én tegnap megint belenéztem, meg láttam az interneten különböző mémeket, nem mémeket, hát az M1-en még az időjárás jelentés még mindig elképesztő dolgokat produkál. Tehát szerdán 12-13 fok, csütörtökön 33 fok, írták ezt tegnap, illetve láttam egy olyat is, ez most nem tudom, hogy mém vagy nem mém, mert ennek megint nem tudtam utána nézni, ezt valaki küldte nekem, hogy csütörtökön 31 fok, aztán csütörtökön 31 fok, aztán csütörtökön, és a rubrikákba végig csütörtök. Hát mondom, azért az lemez, hogy hosszú csütörtök lesz, mondom, a fenébe, hogy leszünk túl ezen a csütörtökön. Beagadt egy ember. De nem írták, hogy csak csütörtök lesz, ott mindig valami történik az időjárással. Én nagyon szeretem 2015 őket. Csütörtökei. Érted, hogy egy ilyen hosszú távú prognózis, hogy a csütörtökökre így rá tud készülni. Igen, de mondom, ebben nem vagyok biztos, ezt én kaptam tegnap éjszaka, de a 31 fok csütörtök azt is. És ez a nő adja a férfinak, a férfi a nőnek, ott állnak ketten, hogy ennek mi értelme van, hát azt nem tudom. Lehet, hogy megfőzi őket is szeretni, egyébként van egy tehetséges fiatal hölgy, őket nyilván hamar a szívünkbe zárjuk, majd meg lehet, hogy a többieket is, de hogy, mert hogy én kezdtem gondolkozni, hogy ők most akkor a múlt maga, a Reis András, és akkor azért, hogy baromság. Szerintem igen, ez a teljes arculatváltás, ez a teljes új arculatépítés, bár ugyanakkor vannak műsorvezetők, akik ott ülnek. Így van. Tehát, hogy aki eddig is ott volt, vezet olyan híradót, aki eddig is ott volt, vezet olyan híradót, aki tényleg eddig is vezetett, úgyhogy nem tudom. Igazából. Aki tényleg ellátta a feladatát, profi volt, megszoktad, megszeretted, hogy akkor itt miért ne lehetne egyfajta folytatólagosságot biztosítani azzal, hogy megtartod őket. Ráadásul őket tényleg szerette a nézőközönség. Igen, amikor először meghallottad őt, ugye annak idején évekkel ezelőtt, így mindenki felkapta a fejét, hogy úristen, most ő hogy, ki ez a fiú? És aztán annyira a mindennapok részese lett, és olyan jó ízzel beszél, és annyira jó őt hallgatni, ráadásul szakmailag ugye ők ott vannak, hiteles volt, elhitte neki mindenki, mellesleg még volt ez a kis tájnyelv benne, hát én imádtam. Igen, és egyszer csak azt mondják, tehát hogy azért nem érted, mert amit te is mondtad, hogy egy csomó ember meg visszajött, ők miért nem, és ez a cikk, amit te tegnap nem jutottál, ez pont erről szól. Igen. Ő maga se tudja, egyelőre egy ilyen pihentető nem hosszabbítottak vele, vagy nem kérték föl? Aha. Nem hát a pihentető föl. Szakasz az ugye a képernyős vonalra vonatkozik, mert ugyanúgy dolgozik tovább az OMS-nél.
Jó, neki van munkája az OMS-nél, igazi meteorológus. Ja. Igen, nem, tényleg nem mindegy az embernek valahogy. Tehát egy no-name valakinek, én már nem hiszem, hogy milyen idő lesz. Ha ott áll a kedvenc arcom, vagy a kedvenc nő, akit te kedvelsz, mint időjárás jelent, akkor annak úgy elhiszed, nem? Ki hitelesen átadja neked, hogy milyen idő lesz, és akkor veszel egy esernyőt vagy egy kabátot. Ha most ott Józsi neked elmondja, milyen idő lesz, akkor úgy kell idő, míg Józsit elfogadod, igen, hogy elmondja, úgyhogy minden nap csütörtök. És közben Arankának is átdobja, hát ott a érdekes időjárás jelentések vannak, igen. Tehát az szórakoztató. Igen. De mindegy, megpróbáljuk Andrást fölhívni, van hozzá számunk, beszéltünk már vele, jobban vagyunk vele, úgyhogy megpróbáljuk őt elérni. És felhívni. Meg kell is ez tényleg ételesség. Ez fura lenne, hogyha mondjuk Feri kezdene mesélgetni reggelenként mondjuk a reggeli villamosozásról, én a habarásokról, rántásokról. Tehát, hogy ez nem. Érted? Mindenkinek ott van a saját asztala. Mindenki beszéljen arról, ami ezért. Hát nem. Így van, így van. Igen. Ja, gyerekek, hát olyan jó helyen voltam tegnap este, képzeljétek el. És látás sarkifényt? Sarkifény nem láttam, az nem az dobogókőre kellett volna mennem egészen odáig, meg különböző repterekre, nem. A BKF-en voltam, ez a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola. Növendékeinek tartottam fejtágítást. Miért ők még nem növendékek? Hát ugye, de nem úgy, nem a jövő, növendékeinek most még gyerekek. Ja, most még óvodások. Igen, nem gyertek be. Igen, csibecsoport. A jövő médiásainak és kommunikációs szakembereinek tartottam egy röpke két órás kis fejtágítást, amit nem én tartottam tulajdonképpen, nem klasszikus előadás volt, moderátor lassan volt. Lassan kérdeztek, vagy sok volt a mondani valót? Volt két órás? De azért volt két órás, mert a műsorvezető Rolandő kb. Egy óra alatt végzett, és aztán még egy óráig özöllöttek a kis. Most kérdezettek valamit. Köszönjük a One Man Show-t. Igen, szia Balázs. Mit mondasz a YouTube-os videóiról? Hát ezt is ezt jó, köszönjük. Kérdés? Van? Tessék? Az első volt persze. Az első volt a kérdés. Mondom, ezt mi érdekes, mondom, ezt más 10 perc után szokta megkérdezni. Mondom, te milyen rámerős, vagy rólad, milyen rámerős vagy, hogy ezt azonnal megkérdezed. Ez mindig előjön, persze, de egy csomó mindenről beszélgettünk. Bulvárról, sajtóról, tévéről, televízió műsorokról, rádióról, közéletről, politikai helyzetről, tehát nagyon sok mindent kérdeztek, nagyon nyitottak voltak. Általában úgy indul be a dolog, hogy nagyon nem mernek kérdezni, gyerekek, hát itt egy órán keresztül mindenki nagyon aktív volt. Az ott a legjobb, hogy volt egy srác, 8 kérdés után komolyan fölteszi a kezét. Van még kérdés, hogy jelentkezik? Igen. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy ez az egész beszélgetés holnap reggel benne lesz a Morning Show. Mert akkor fel kellett meghallgattam. Azt mondom, azt miért? Vagy az hogy? Tehát ez most ez miért annyira fontos? Legyen őt ez érdekli. Na mondom, akkor benne akkor lesz. Benne. Na mondom, akkor csak ne felejtselek el téged megemlíteni. Tegnapról mondom, akkor te is benne leszel, hogy te megkérdezted már tegnap, hogy ez ma reggel benne lesz. Egyébként nagyon, nagyon szimpatikusak voltak. És láttad magad előtt az utódod? Tehát ott volt az az ember, az a nő, az a férfi, az a fiú, az a lány, aki majd egyszer oda tud lépni, aki van olyan kaliber, aki... mint a lánybar. Igen, ültött egy srác, aki nem kérdezett tőle semmit, és szemmel láthatóan rohadtul nem érdekelte Balázs. Ő nagyon hasonlított Balázsra. Igen, benne azonnal láttam fantáziát. Feltett lábbal ült, unatkozott, SMS-ezett, és semmit nem kérdezett. Mondtam, ez az. Te vagy az. Ez a beszéd, ezt így kell csinálni. Nem, hát helyesek voltak persze, meg hát reménykednek, meg műsorvezetők szeretnének lenni, meg tévében dolgozni, rádióban, nyomtatott sajtóban. Ezt letörtett, gondolom. Hát őszinte voltam. Azért. Nem, elmondtam nekik, hogy milyen lehetőségeik vannak szerintem, és hogy hát ez nem egy könnyű meló, ráadásul minden gyakornoknak fogják őket használni, meg 3 hónapig ingyen dolgoztatják, meg mit tudom én, szóval, hogy nehéz az ő életük, de nagyon helyesek voltak. Szeretem az ilyeneket, tudod, elmész, nem neked kell kérdezni, végre egy olyan élethelyzet, tudod, nem neked kell készülni, tőled kérdeznek. Úgy volt, hogy az első 3-4 órában csak rólunk kérdeztek. Hát 1 óra után kellett szólnom, hogy most már elég. Jó, tehát jó. Már igen, ha minden kérdésre választottam Ferivel és Janival kapcsolatban, igen, akkor igen, most már tehetek fel olyat, és ami rám vonatkozik. Igen, legalább egy dolgot kérdezzetek rólam, mert most már tényleg 3-4 órája itt a Janiról, meg a Feriről mesélek, úgyhogy... Igen, BKV-zik, igen, iszik, menjünk már tovább. Igen, valami más. Igen, és hát... Tehát jó, sokan voltak, úgyhogy jó volt. Tényleg, szeretem az ilyeneket. Most jegyzem meg további főiskoláknak, hogy egy év múlva. Nagyon szívesen. Ja. Vállalok tovább ilyen szereplés, mert ezt nagyon-nagyon szeretem. Olcsó vagyok, ingyen megyek. Karitatív. Karitatív jelleggel megyek, úgyhogy
Úgyhogy tényleg jó volt. Mi újság veletek? Kivel mi volt tegnap valami? Hát, tegnap kérdezték el, hogy csak szokásos, tehát semmi extra nem volt, bogaráztunk a kertben, kis mozgás volt, stb. Néztem este a híradót, és hát srácok, tehát mindig ugye az ember úgy megdöbben, hogy így azt gondolja, hogy nincsen lejjebb, de van lejjebb, és tegnap a még lejjebb kategóriába egy olyan kis összeállítás tartozott a híradón, ami arról szólt, hogy mosonmagyaróvári vakhölgy, aki néhány hónap ezelőtt megvásárolhatta élete első autóját gyakorlatilag egy közadakozásból, mert hogy a férje vezet, mielőtt megkérdeznétek, hogy kupakokat gyűjtöttek össze, rengeteg kupakot, amit aztán egy vállalkozó a kupakokból befolyó összeget kiegészítette 300 000 forintra, és akkor vett egy kis Suzit magának, és marhára örült neki, amire aztán kiderült, hogy annyira el van rohadva az alja, mert hogy alvázvédővel lefújták, és ez nem tűnt föl így első ránézés, meg nem is nagyon értettek az autóhoz, hogy annyira el van rohadva az alja, hogy még egyszer, mondjuk egy félszer annyit rá kellene költeni, még egy ilyen 100-150 000 forintot az autóra, hogy az jó legyen. De hogy... Tudta az autókereskedő, kinek adja el? Igen. Hát nem tudom, hogy ő ott volt a vásárlás, most lehet, hogy a férje oda ment. Ő egy ilyen hír is volt, tehát a híradon akkor is ugye, jó, lehet, hogy nem látta, de aztán persze elmentek, megvették, és akkor ugye a vakhölgynek sikerült eladni egy szétrohadt autót. Hogy srácok, tehát hogy így... Hát én értem, de sos, tehát hogy igen, ez szomorú történet, de szerintem meg, ha te vevő vagy, akkor neked meg kell nézni az autót. Tehát az, hogy te megveszel valamit, és te az rossz, az ugyanúgy a te hibád is. Tehát én értem, hogy vak a hölgy, meg nagyon sajnálom, de hogy meg kell nézni egy autót, tehát be kell feküdni alá, el kell venni szervizbe. De ha rohad az alja, azt látod. Ráadásul elmész, és 5000 forintért valahol átvizsgálják. Szépen le volt fújva a festékkel, még egyszer mondom, hogy azért egy szerelő kiszűrje. Tehát elveszel, megveszel egy autót, akkor te legalább olyan hibás, ha nem rejtett hibája van. Most egy rohadó alj, az nem rejtett hiba. Tehát ha a kuplunk tárcsa éppen már kezd szétesni, és csak kinyomó csapágy meghal, azt nem biztos, hogy észreveszed. Szerinted az autókereskedő az nem ért hozzá, de ő ért hozzá. Nyilván, amikor megveszi azt az autót, ő aztán töviről hegyre átnézi. Tehát hogy ő azért az látja, hogy mit kell még a rakocsira rákölteni ahhoz, hogy de az autókereskedő nem mindig költ rá a kocsira. Tehát az autókereskedő megvesz egy autót, mond rá egy árat, neked a felelősséged. Ez megint kicsit az a magyar mentalitás, amit én nem nagyon szeretek. És azt is elmondom, hogy miért. Mert mindig másra mutogatunk. És most tegyük félre, hogy a hölgy vak volt, vagy nem. Az autókereskedő persze nem szép, hogy átver egy vak hölgyet. De ha én autót veszek, az az én felelősségem, hogy átvizsgáljam. Igen, ebben az esetben ezt ketté kell szedni. Szólni kell valakinek, aki van olyan szerencsés, hogy lát, be kell vinni egy szervizbe, és 5-10 000 forintért át kell nézni úgy az autót. Nem lehet így élni, hogy mindig a kereskedő a hibás, mindig a banka hibás, mindig az ember a hibás. De nem lenne jó, hogyha mondjuk bemenni egy autókereskedőhöz, és nem kéne magad a szakértőt vinni, mert azt vennéd, vagy azt kapnád meg a pénzedért, amit egyébként várnál. De nem várhatjuk el. Jó állapotban lévő autót, amiről egyébként elmondanak neked mindent. Nem várhatjuk el, hogy minket ne verjenek át. Sajnos ilyen világban élünk. Az, hogy az autókereskedő, tehát úgy kell sajnos oda menni, hogy igenis át akar vágni. Ez egy ilyen szemét világ. Ráadásul az autókereskedés egy ilyen szemét szakma, már bocsánat, sok a jó indulatú és a normális, sok a szemét. Az én felelősségem, az én pénzem, az én autóm. Ahogy lakást veszek, akkor az én feladatom átnézni, hogy beázik-e. Tehát, hogy nem mutogathatok, a magyar ember mindig más mutogat. Várható mindenkitől ez a fajta dörzsöltség. Nem kell dörzsöltnek lenni, ha te kiadsz 1 000 000 egy autóra, alaposnak. Akkor igenis, hívjod egy olyan ember, találj egyet, vidd el, szerelősz, kopogtass át az ha rohad az alja, kettőt ráutsz, leömlik a festék, én láttam rohadója a autót, ráütsz kalapács, azt úgy szokták, meg beteszik egy aknára, végig kalapálják, megnézik, hogy mi van az alvázon, mi le van-e fújva, tényleg ugye csinálják rohadó alvázt, lefújnak. Az egy szemét dolog, hogy ezt egy vakembernek ő eladja. Ez egy 15 éves autót 3 kilóért vették, amire még rá kell költeni 150 000 forintért. Na most 300 000 forintért a másik. Igen, csak amikor tudod, hogy még 150-et rá kell költened. Igen, de nem kell megvenni. Tehát nem kell megvenni, el kell vinni valakit, aki ért hozzá, és azt mondja, hogy figyelj ide, ennek az autónak rohad az alja. Nem, sajnos nem az autó eladójának a felelőssége, ahogy te ugyanúgy aláírod egy eladási nyilatkozaton, hogy te is átnézted, és utólag már nem tudsz visszamenni reklamálni. Hát az elhallgatott hibák azért azok az eladónak a felelőssége. A rejtett hiba, igen. De az arra nem biztos, hogy egyébként az eladó is tud, tehát az van egy kompromisszum, hogy arról nem biztos, hogy az eladó is tud, az sokszor azért rejtett hiba. Rohad az alja, és azt lefújja, az egy szemét dolog. Lehetett az előző túl, igen, lehetett az előző.
kereskedő, és akkor ő nem tehet róla. A kereskedő, tételezzük fel, legyünk jó fejek, hogy a kereskedő nyilván nem tudott róla. Persze, nem biztos, egyébként lefújolt, megnézte, nem kopogtatja, még nem foglalkozott. 3 kiló, puf. Kezdő kereskedő volt. Igen, kezdő, de meg ez 300 ezer fontos autó azért, azt szerintem az már mindenhol, az már mindenhol baja van. Beszámították, mert elvitt egy másfél milliósat. Itt van, jó, oké, 3 kiló, jó lesz, tesó, oké, mehetünk tovább. Tehát ebből a szempontból... Valószíg nem 3 kilóért vette egyébként az autót, hiszen háromért adta. Háromért adta, az ez valahogy 180 ezer forintért. Megvett egy olyan Suzuki-t, amiben van 250 ezer kilométer, és így nagyon megrugod az ajtaját, akkor leesik. Tehát, hogy ez szomorú, és ez tényleg nem szép dolog senkit átverni soha, de én mindig azt mondom, hogy mindig fel kell nőni és felelősséget vállalni azért, amit te veszel, amit te ha egy lakás, lakás, ha kocsi, kocsi, elvittetem 2 szerelővel, elvittetem 3 szerelővel át. Nem vagyok benne biztos, még valakivel megnézetem. Tehát, hogy én értem, hogy mit mondasz, csak nem, szerintem nem biztos, hogy mindig ez a jó út, hogy na mert szemét módon eladták nekünk. Hát meg kell nézni, hogy az ember mit vesz meg. Én így veszek mindig autót, így vettem, én félek ettől, utálok így autót venni. Szörnyű, hogy ezt egy vaknővel megcsinálják, de hát 300 ezer forintért, hát most nézd meg a használt autó, milyen autók vannak, hát az borzalom. Tehát az valószínűleg rommá volt már törve, van benne 300 ezer kilométer, vissza van tekerve a kilométer rólája, 600 elemből van összerakva, 3 kilóért mit kapsz? Tehát, hogy azért az nem lehetett egy. És akkor most kezdődik újra a gyűjtés? Hát eladták az autót, 100 ezer forinttal olcsóbban, elpasszolták, és természetesen beleírták ők az autónak a leírásába azt, hogy erősen korrodálódott. Ja, tehát megvettek 3 ér, most eladta 2 ér. Hát figyelj, az volt, hogy ugye elkezdtek járni az autóval, és azt vették észre, hogy a kárpitállalán vízes. Aha. Bent az autóban. A víz. Igen. Tehát átjött alulról gyakorlatilag. Tehát akkor na most jó, nincs hát azért autó. Ezt nem, igen, szóval ezt nem észrevenni, szóval én értem. Tehát ha hibás a kereskedő, rohadjon meg ő is. Tényleg. Én nem bízom a kereskedőkben, nagyon kevés a korrekt. De azért úgy elvinni egy autót, kifizetni 300 ezer fontot, hogy mész fel elsőbe, és vizes az ülés, azért ahhoz nagyon baleknak kell lenni. Tehát, hogy ahhoz azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Persze, de a balegség ebből a szempontból szerintem jó hiszeműségű nekik. Ez volt az első autó, hogy marhára örültek neki, te eleve az, hogy ugye mondom, egy ilyen közadalkozásból jött össze hát a dolog. Hát az egy ráadás egy szomorú dolog, igen, szegények, Jézus, hát az szörnyű, persze. Igen. Itt már azon nem szabad spórolni mindig, hogyha megveszel egy ilyen értéki autót, akkor még rászálljál 3 vagy 5 ezer forintot, tényleg. Ami lehet, hogy az utolsó utáni falat kenyered lenne, de ha egy családnak ez egy ekkora beruházás, hogy gyűjtöttek rá, ott erre nem szabad, mert ott az első szerelő azt mondja, Jézusom, ez tehát ez a kocsi rohad alul. Tehát, hogy igen, sajnos, ez egy szomorú ügy. Nem védem a kereskedőket, de hogy védem? Hát nagyon sok személy. Megint az alaposság. Nagyon, tényleg, nagyon. Alaposságod, meg az abszolút igaz az 5-10 ezer forint, hogy azt még ott oda kell dobni. Hogy ő akár sajnos, is jön, egy csomó olyan autószerelő van, aki azt mondja, hogy oké, 5 ezer, kimegyek, átnézem. Igen, ha nagyobb a baj, akkor be is igen. Igen, csak ilyenkor mindig a szakértelem hiányát, meg a másik embernek a naivitását használják ki. És hát, megvezetik őket, igen, de ez nem csak az autókereskedőnél van így, ez egy élet minden területen. Hát hány ilyen de hibás vagyok, hogy engem átvágnak, mert naív vagyok, vagy az a hibás, aki átvág. Aki átvág, rohadjon meg, de én is hülye vagyok, hogy átvágható vagyok. Nem úgy élhetünk úgy le egy életet, hogy jaj, én naív vagyok, jaj, egy rózsaszín felhő van a fejem fölött, jaj, hát én megvettem egy lakást egyébként, nem is írták át az én nevemre, nincsen tulajdoni nap, nem láttam, de penészes a lakás, és egyébként egy bérleményt vettem meg, és nekem eladták, mint örök lakást. Szakember, mert érted, rajta. Ki a szakember, az autókereskedő? Hát az egy kereskedő. Tehát, hogy azért ezt elvárod tőle valahol, hogy mondjuk annak az autónak az legyen ráírva a dehogy kis cetliére. Ami... De autókereskedőről hány sztorit hallottam? Dehogy várom. Mindenki 500-at, hogy így simli, úgy simli. Aki ezekben a körökben mozog egyébként, meg az embert, hogy hétköznapokban marhára nem érdeklik ezek az autókereskedős történetek, csak ha te mondjuk érintve vagy a dologban. Használt autót veszek, 80 ezer, jó. Na, mennyi van benne valójában, barátom? Oké, na jó, legyünk őszintén. Mennyiről tekertétek vissza? Így indítok. Tehát, hogy... És akkor látom rajta, hogy nagyon elküld az anyámba, vagy de nem te küld el. Vagy. Én nem vagyok. Nem. Meg végig jártad azt az utat, neked is az első, mit tudom, az első 1-2-3 után valószínűleg nálad is volt tanuló pénz, mert nem úgyis nem azt kaptad, amit akartál. Aztán eljutottál a sokadik alkalommal oda, hogy már tényleg dörzsölt vagy ráadásul olyan körökbe is mozogsz, ahol azért hallod az infokat a hasonlóan dörzsölt haverjaitól. De mondjuk egy egyszerű hétköznapi ember, egy kis nyugdíjas, vagy például ez a hölgy, vagy egyszerű hétköznapi
állampolgárok. De egy egyszerű hétköznapi állampolgárnak tényleg most már nem is ismétlem magam, az, hogy én nem értek hozzá, ön ezt mennyire adja 300 ezerért. Jó, ez az ön véleménye. Én hagyj hozzak ide egy szerelőt 3000-ért, aki átvizsgálja az autót, hozzon. Ha azt mondja, jaj, ne hozzon, nem kell, mi már átvizsgáltuk, rendben van. Igen, nem hozhatom. Érted, szóval, hogy ez még csak minimális dörzsöltség se kell szerintem. Sokszor tényleg ez a baj a magyar gondolkodással, hogy önmagában tényleg ez a történet szörnyű, de hogy nem vállalunk soha felelősséget azért, amit mi teszünk. Hogy igenis azért mi dolgoztunk, meg az a mi pénzünk, basszus, arra én odafigyelek, vigyázok rá, és nem hagyom magam átverni. Nem hagyom magam átvágni, gyanús mindenki, aki nekem el akar adni valamit. Így kell hozzáállni a világhoz szerintem. És akkor... Na más kérdés, hogy egy vak hölgye lesz, vagy nővel megcsinálni, ez meg aztán pláne borzalom. Szegények. Tényleg, szörnyű. Meg tök jó úgy élni, hogy érted, hogy bemész ide, bemész oda, elmész ehhez, veszel ezt, veszel azt, és mindenhol azt kell nézned, hogy vajon megvezetnek-e, vajon átvernek-e. Ilyen világ van. Vajon... 2015, hello, szevasz, köszöntünk. Hát igen. Nem tudsz mit csinálni. Ráadásul autót, kell. Hát az mindig egy nagyon egyszer, mindig egy nagyon nehéz dolog. És akkor most mi lett? Eladták, vagy meghirdették újra? Eladták, de hát természetesen ők már jelezték, hogy az autóval komoly problémák vannak. Nem is fogják tudni. 100 ezer forintot. Aha, és akkor most próbálnak autót venni, vagy próbálnak valahogy autót szerezni? Igen, mert kell nekik, szükségük van rá, mert nem tudják megoldani egyébként a közlekedést. Aha. A vakvezető kutya is, stb. Tehát, hogy... Uh-huh. Szegények. Na jó, beszéljünk egy kicsit vidámabb dologról. Hogy állunk játékkal? Egy-egy. Egy-egy van egy-egy, jelen mert pillanatban. Azt mondtuk, hogy egy kicsit így lelazázzuk a hetet, hogy legyen tét, mert annyira szánalmas már a 9-0 értel, annyira kemény, annyira erős, hogy most egy kicsit így elengedtük, tehát legyen benne izgalom. Hogy akkor legyen, jó, igen. Ne vezessünk már szerdán 2-0-ra, mert az nem feltétlen jó. Tegnap te játszottál, nem? Tegnap igen, kihúztuk az egy percet. De tegnap volt ez a véleményes fehér. A véleményes volt, mert volt benne egy fehér öresedés, ott meg kellett volna állítsuk az órát. Beszéljük meg, hogy az se. Jó? Semmi. Jó. Ez igen, csak nem igen. Az se. Kipjó, akkor a fehér, csináljuk fekete. Csináljuk azt, hogy bármilyen szót mond a hallgató, bukta a játékot. Szerintem király. Tehát azt mondja, szia Jani, jó köszönjük. Vagy. Így van. Szia Jani, és vége. Vége a dolognak, igen. A jó reggelt kívánok, hogy sem mondtad, semmit nem mondtad. Ne. Semmit nem mondtad, igen. Jó, oké, na akkor tessék jelentkezni, drága hallgatók, játékra. Ha valaki szeretne velünk játszani, akkor nyugodtan írja nekünk SMS-t, arcoskodjatok, és bátran lehet bennünket idézőjelesen úgy bántani, harcba vinni, táncba vinni, hogy egy kicsit arcoskodtok. Úgyhogy várjuk az SMS-eket, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. 10 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azt mondja, hogy nézzük, van egy friss közlekedési hír. Debrecen ragyogó napsütés, sehol semmi dugó, szép napot, ezt Ró küldte nekünk. Köszönjük szépen. Valamint egyelőre kevesebb. Kevesebb a dolog, mármint a közlekedési hír. Úgyhogy mehetünk is tovább. Úgy látszik, mindenhol minden rendben van. Egy-egy van jelen pillanatban, ugye? Így van. Uh-huh. A játékban semmi nem dőlt el. Megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, uraim! Hello! Szíves. Hello Csaba! Hello. Ugye, jól mondom, hello Csaba! Hello Csabi, hát inkább aranyuk a Csabi, hogy kérhetem ezen a szép napos, de inkább rideg reggelen, amikor vissza szeretnélek téged, Balázs, zavarni a pajtába. Úgy gondoltam, hogy arcoskodásban nem csak ti vagytok otthon, úgyhogy hát haját nagyon és ezt be tudom bizonyítani. Hát nagyon most még Csabi, de hát ki tudja, mi lesz a végeredmény a játék, akkor lehet, hogy te fogod mondani azt, hogy most már csak csabázatok, jó? Engem. Így van, lehet, Janikám, lehet, ez is benne van a játékban sajnos. Így van. Óriási, imádom. Így van. Csaba, kivel szeretné játszani? Én a Balázsra szeretnék játszani a tegnapi előadás miatt. Ott voltál? Hát te is. Hát én voltam az első szelfiző, hogyha biztos emlékszik a Balázs amúgy. Az első szelfiző, az első szelfiző, aki a végén csinált fotót, igen. Igen, így van. Ja, végén, akkor nem elkaptad még az előadás előtt a klotyóban. Nem. Most nem arra, hogy picit arrébb mennél, igen, húz, hogy... Most egy szelfiző, nyugi, nincs benne, úgy se lehet szona, semmi. Na jó, Csaba, játszunk, akkor mehetünk? Oké, rendben. Várj, egy miért még leszögezhetünk itt a játék elején?
A játék elején, persze, szögezünk. Igen, hogyha nyerek, akkor ma játsszuk le azt a pitbullos szignált, amit ti is szoktatok, tudod, amikor nyertek esetleges. Hát nem tudom, hogy várjál, nem tudom, hogy megvan-e. De, a kutya ember? A kutya? Uh-huh. Megvan. Ez az, itt van. Jó. Erre gondoltál? Így van valami hasonlóra. Jó, ha nyersz, akkor megkapod. Jani? Oké. 3-2-1, fire! Na, itt vagyok. Szia Balázs, itt vagyok. Hát engedd meg, hogy én kezdjem ezt a játékot. Gyorsan végezni fogok veled, ezt megígérhetem. Nagyon figyelj. Első körben nagyon szeretném megköszönni a tegnapi interaktív, hát úgymond kötetlen előadásodat, amit a budapesti kommunikációs ügyeskörben tartottál. Ezt betanultad, ezt a szöveget? Hát... Felkészültem, maradjunk ennél a megfogalmazásnál. Le van írva, ugye? Jól hallom. Rosszul tudod. Úgy tűnik pedig, hogy le van írva. Kezded észrevettem, mivel ugye második sor közepén ültem szinte előtted, e fajta jelzőt úgy mondta, hogy tényleg hidroglóbuszt fejjel áldott meg amúgy a sors. Hát ez már az első sorból is. Ez az első sorból is láthatták sokan. A második sorban ültél? Ahogy mondod, ezt te voltál az, aki bóbiskoltál, nem? Miért? És tényleg megcsinálta a srác. Csabi! Persze, várj, keresem, csak az egy másik oldalon van. Itt van, hallgass meg! Nagyon jó. Szedjétek be Balázs torkáról, ha mélyre megy. Nagyon jó. Csabikám, jó volt, kimondtam. Sajnos pedig lehet, hogy kimondattam volna veled, de lendületesen toltam. Biztos vagyok benne, hogy nem. Majd visszazavartalak a pajtába, mind a hármatokat, ez volt igazából. Azért kicsit sok. Nem, Balázs. Menjünk mind a hármat. Csabi, nem vagy egy picit csalódott, hogy még hátra volt két oldal, és már... Meg kellett fejezni a játékot. Igen. Mi lett volna veled, ha eltűnik ma reggel a füzeted a rohadt életbe? Igen. Hát. Nem, vagy a 16. Hány másodpercig bírtad, Balázs? 46. 46? 46. Én időt nem látok. Hát, nem volt olyan sok. Reméljük máshol azért kicsit jobban teljesített. Mindegy. Ne is haraljunk előre annyira. Atya Isten, nyugtass meg azért a csajoknak, ennél jobb dumával csajozol. Táncolj csak a sírját. Remélem nem így csajozol, amilyen dumád van most jelen pillanatban. Nem, nem. Akkor még mindig szűz vagy. Jó van. Egy kicsit azért jobban. Így van. Csavikám, küldjük az ajándékcsomagot, megérdemled. Köszönöm, hát nem vitás. Szépen. Ami jár, az jár. Ügyes voltál, letaroltál, úgyhogy kimondattad velem, hogy jutott szót. Így van, és még egyszer köszönjük szépen a tegnapi dolgot. Igazán nincs mit, ezért vagyok. Szevasz, Csavikám. Hello, sziasztok. Hello. Ciao. Volt benne lendület, de megérdemli. Tehát egész jó játszott. Jó volt. Lehet, jó hogy kizökkenthetetlen lett volna egyébként. Mondtál valamit tegnap, amin fölhúzhatta magát az előadásom? Ja nem, más, semmi. Egyszerűen ilyen bizonyítási kényszer volt bennem. 5 perc, pontosan 7 óra Ákos hírei után már is jövünk vissza. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. De hirtelen csendesedett ez a dolog. Itt vagyunk, és belevágunk a reggelbe. Jönnek a játék megfejtések. Egy jó kis Lenny Kravitz, ha valaki esetleg nem tudná, néhányan kérdezték, hogy ez melyik dal. Lenny Kravitz új albumáról. Úgy új, hogy már lassan egy éves. De a legújabb. Lehet így mondani, igen. Kocsanás a kerepesi fogarasi sarkán, torlódni fog a kerepesi befelé. Ezt is SMS-ben kaptuk. Már amit látok, annyi megfejtés jön közben a játékra. Utas rosszulét miatt állnak a villamosok a Fehérvári úton Új-Buda központ irányában. Ezt amit drága Szalánk küldte nekünk. Köszönjük szépen. Visegrádi utca 80 per A. Ez nem nekünk jött, szerintem valaki elküldte egy komplet... Gyere föl nyugodtan, igen. De ez nem nekünk jött, ez valamilyen más helyre mehetett, valami okmányirodába, vagy nem tudom. És jelen pillanatban nincs több. Nincs több közlekedés. Nincs egy trafi az ország, úgyhogy mi van itt? Hát mindenki be van tolva. Nem hiányzik. A szuper trafitól. Nem hiányzik, de ilyenkor már szoktatok írni. Lehet, hogy szerda pihenőnap? Szerda? Hát az is lehet egyébként. Szombat-vasárnap jobban belehúz. Hát vagy lehet. Bekapcsolták rajta, megtalálták a használt utasításban, igen, hogy hol van a lopakodó üzemmód. Ez egy láthatatlanná váltak ezek a trafik? Ez mi lehet? Nem tudom, nyomd meg. Nézd, már nem is találjuk.
Eltűntünk. Van rajta halálfej? Nincs. Akkor megnyomhatod. Nem látnak. Na, lefotozták a sarki fényt, láttátok? Dobogókő felett. Gyerekek, hát elképesztő, Magyarországon azért ez egy meglehetősen ritka jelenség, de most sikerült lefotozni. És láttam a fotókat, nagyon szép. Nagyon szép, szabad szemmel állítólag nem volt annyira látható, valahogy kiexponálták és megcsinálták úgy, hogy az fotó jól legyen látható. Viszont nagyon-nagyon szép lett. Megnézném egyszer ezt. Összehoztak egy dobogókői, meg egy északi sarki fotót. Egy jó photoshoppal mi megvan a dobogókői. Állítólag 10 évvel ezelőtt volt, vagy lehetett látni Magyarországról utoljára, és valamilyen über brutál napkitörésnek a következménye volt. Ami miatt kaptunk egy kevés elektront, meg protont. De gyönyörű. Gyönyörű képek. Igen, tényleg nagyon. Most nagyon kapjuk szín. Ezeket a csodákat, ugye 20-án napfogyatkozás, nem elfelejteni, 20-án, 9:40-kor abba hagyjuk az adást, kimegyünk, kifekszünk ide a fűre, együtt fogjuk megnézni. Részleges, teljes? Részleges. A erről dolog. Már beszéltünk, ezt és mondani, igen, mondtam, és tegnap hallgattam valamelyik adón a hírekben, egy szemész hölgy beszélt, és mondta, hogy ne szelfizzünk a napfogyatkozással. Mi? Mert megvakulsz. Mert ő akarja a legtöbb lájkot. Megvakulsz, de azon gondolkoztam, hogy a napfogyatkozással szelfizni, az azt jelenti, hogy a napfogyatkozás mögötted van, ugye? Mert a selfie az, amikor magadat meg akivel szelfizel, együtt lefotózzátok. Hogy akkor belevilágít a nap a kamerádba, és a kamerán keresztül, a telefonon keresztül kapod vissza a szemedbe? Nem, hát a néni szerintem ezt úgy akarta mondani, hogy ne nézzünk bele a napba, nem? Csak... Az biztos, azt elhangzott, ugye megint majd kell ilyen szemüveget szeretni. Mert a szelfi nem mögötted van a nap. Mögött, így van. Tehát, hogy én magamat meg a napfogyatkozást... Rosszul mondta szerintem, igen? Hát nem erre gondolt. De nem lehet az, hogy egyébként... Ugye... Nem, hogy magadat csinálod, és ugye közben szemben vagy a nappal, és te szelfizel, hogy ott vár, nem a napot akarod lefotozni, hanem magadat, és a nap meg szemben van, aha, veled, és ezáltal te közben nézel bele a napba, fotózod magadat, jó, megvakulsz. Akkor jó, vagy. Ez így, na, ez így van. De úgy is gondolkodtam, hogy ha melletted van a nap... Mögött... Neked is sok időd van azért. Tehát, hogy hát azért... az a nap szelfi. A kutya fáj, hogy nektek mennyi időt van. Ülsz, mint micimackó, ülsz a budin, és gondolkozol, hogy hogy érthetne nem, azt, nem ülök, hogy... egész gyorsan megoldom a köcsög mézemmel. Ne szelfizz, merre szok... van a nap, merre van éjszak, merre vagyok én, merre van a fényképező, azért van időd. Hát Feri, de most, azért na, van időd. Mutatom, szóval, átállítod a telefonodon a kamerát első frontkamerára. Itt van mögötted a nap, az létezik, hogy a frontkamerába belesüt a nap, és a te a képernyőn keresztül megvakulsz tőle. Érted? Okay. Nyilván van ilyen, persze. Nem, szerintem a hölgy rá akarta irányítani a szakmára az embereknek, aha, a figyelmét. Feldobott, aha, egy ilyen labdát, egy ilyen magas labdát, amivel te rögtön belekapaszkodtál. Ez olyan érted, Süsi is azt mondta, hogy körmöm 40 fogamúsz, ne nézz rám, mert megvakulsz. Megvakult, a nap is jó, nem, de jó az észjárás, tehát a telefonba beletükröződik a nap, és a nap visszatükröződik, érted? Rád. Ha? Kvázi mi történik? Megvakulsz. Megvakulsz. Érted? Aha. Na most nekem vigyázzunk lehet, kell arra az egy szememre, ami van. Halló, hát akkor, én nem szelfizetek a nappal. A jóval kacsincsál egyet, és csak a rosszan nézzél bele, és akkor is lesz szelfi. Ja, és akkor utána később megnézem a szelfit. Akkor csinálj, lőj egy sorozatot. Ti a tudomány ellen csak lesz benne. Én azt érzem. Milyen szántó gondolatod? Nem, én csak irigykedem, tehát bennem nincs más, csak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyfokú irigység, hogy elolvasol egy ilyen cikket, és ezen te úgy utána úgy, hogy olyan jó fél órát, úgy filózol, irányokat rajzolsz a félbe, nyilakat. De onnan már kijöttem, ja, de vittem magammal papírt oda is, már rajzolni. Berajzolod a napot, berajzolod, igen, magadat, berajzolod a kis fotókészülékedet, a telefonodat, és ezt így szépen csinálod. Össze, fát, virágokat. Össze kell rakni. Sétálok kutyát, itt a gyerek, itt van, ez a ház, amiben lakunk. Igen, ez a ház, ami kitakarja a napfogyatkozást. Ezek mondanak, ez cica. A lényeg 9:40-től lehet, és akkor ez több órán eltart, nem lesz olyan sötét, mint 99-ben. Viszont, amit te mondtál egyszer, valamelyik nap adásban, hogy ugye lesz egy csomó olyan dolog, amit mi már nem fogunk megélni. Hogy a következő teljes napfogyatkozás itt nálunk, na, az 2088, vagy valami. Hát majd gondolok rátok. Aha, úgy legyen. Akkor leszel te pontosan 100, várjál csak 88, nem, nem úgy 70. Gondoltam, majd gondolják a nirvánában. Igen, gondolják, ja, igen, igen, az új életedben. Atya Isten, azért ezt így szörnyű olvasni. 111 éves leszel pontosan 88-ban. Ha 88-ban lesz, nem tudom pontosan, de így jegyeztem meg, 77-es. Tehát akkor azt már a gyerekeink sem fogják meg. Hát azért rá, lehet. Figyelj, lehet, hogy az orvos tudománya fejlődik annyit, hogy... Hát most nálam például a Soma 2010-ben pont tegnap láttam egy ilyen műsort, meg rohadt sok időm van.
Ráértél? Igen. Amiben pont ezt gondolgatták, hogy ugye vannak olyan tudományos kutatások, és a közeljövőben is várhatok már olyan felfedezések, amik egészen konkrét formába hozzák például azt a gyógyszert, amik le fogják lassítani a sejt öregedést, vagy adott esetben mondjuk átverik a sejtjeidet, amik aztán elfelejtenek öregedni. És ténylegesen mondjuk ez szokták mondani ezt, hogy 125 éves korig is elérhetne egyébként az ember, hogyha nem lennének a mindenféle ilyen kis civilizációs problémák. Na most ez a gyógyszer lehet, hogy majd ezt lehetővé teszi nekünk. Hogy 125 évig éljünk? Akár. Igen. De jó egészség, de jó állagban fogsz igen, még igen, igen, azért, mert hogy ha elkerül az öregséget, akkor az öregséggel járó betegségeket is elkerül. Igen, aha. Ugye nem mindegy a dolog, hogy 70 évesen élsz, 125 évig, tehát milyen karban van a tested, vagy megöregszel, és még úgy élsz. Tehát, hogy 125 évig, de abból az utolsó 25 év az olyan, mint mondjuk a 80 éveseknek és a 100 éveseknek most. Mondjuk a 40 éve itt fekvő, 175 igen, éves Józsi bácsi. Mert az utolsó 30 év olyan, mint amikor mondjuk most egy ember 85 éves, vagy 90 éves, nem biztos, hogy akarnék úgy 30 évig élni. Tehát milyen az utolsó 25? Milyen minőségben éled azt? Ugye a kérdés az így a jó, hogy oké, hogy 125 évig élek, de mit nyújt meg? A pubertás szakaszt az nagyon jó. A középkor? Hát attól függ, mikor kezded el szedni a gyógyszert. A kapuzárást? Még az is jó. Amikor az ember még meghúz egy pár évet, és oda csapsz, az is jó. De 80 fölött már ne éljek még 40 évet pluszban. Isten, ha most visszagondolok, akkor a 18-tól 25-iget, ha ki lehetett volna. Ugye? Vagy a 30-tól 40-ig, vagy a 40-től 60-ig. Vagy a 60-tól 70-ig még akkor is, ha minden rendben van, és fit vagy, és sportolsz, és odafigyelsz magadra, és tudsz még mondjuk szexuális kapcsolatot létesíteni, képes vagy 70 évesen, legyen. De 80 évesen elveszik tőled azt, hogy legyen merevedésed, 80 évesen már igazából ott van melletted valaki másik 80 évesen, és még lehet, hogy az konzerválja, lehet, hogy akkor kezded leszedni, amikor még megvan az utolsó. Na, akkor pedig az elkövetkezendő 40 évben érted. Na, ez a kérdés. Leszel. Igen, csak ez a konyhában nem tudsz megfordulni. Meg közfürdőben nem tudsz menni. Igen, a kérdés az, oké, kedves doktor úr, hosszabbítsuk meg, de hogy is hosszabbítunk? Tehát melyik életszakaszt hosszabbítjuk? Mi nyújtunk egy picit? Hát várjál, most nem mindegy. Bár most láttam 100 éves hölgyet, aki cápákkal merül, meg ejtőernyőt ugrik, vagy ejtőernyővel ugrik. Nem, beesett ugrik, a hajóról. Vagy csak beesett. Igen, több dolog történt. Egyrészt kilökték egy repülőből, azt beesett egy hajóról, igen, meg egy helikopter lerakta egy helyet. Ja, tehát nem akarta. Egyáltalán nem akarta. Persze, én nem mondom, hogy 80 évesen nem lehet minőségi életet élni, dehogy nem látunk. De hát azért a magyar valóság és a magyar nyugdíjasok azért ugye nem ezt élik meg. Más karban van egy amerikai nyugdíjas, aki 60 évesen abba hagyja a munkát, és még 20 évet vidáman utazik, majd leköltözik Floridába, Key Westre, és ott még egy tízet elmulad, nem? Hát mert és van 3000 dolláros nyugdíjamból, egyébként látod azt, hogyha bárhol utazol a világba, helyes amerikai nyugdíjasok mennek, nem, és löknek félre úgy az Eiffel-toronynál, hogy felszaladjon a tetejére. Magyar nyugdíjas ritkán látsz az Eiffel-toronynál, pedig milyen jó lenne. Anna mondta, tehát, hogy van egy kedves rokonunk, aki nagyon szép kort ért meg, és valamelyik nap megkérdezte Annát, hogy tudod, milyen jó az öregségben, Anna? Mi? Semmi. De egyébként igen. Ez volt. Minden igen. És ez kinek jó? Nyugdíjkorhatár, akkor na, hova fog? Nyugdíjkorhatár, állam, meddig adózol, mennyit dolgozol, támogatja az állam a kutatást? Nyilván igen, hát most érted, 60 évesen elmegyek nyugdíjba, 63 évesen, mikor küldik el a férfiakat, 63-64 évesen már elmenek nyugdíjba. Úgyhogy egyébként, hát akkor már azért... Hát lehet, hogy most a NAV-nál hallgattak is minket, és azt mondják, hogy srácok, ebbe tolni kell egy kis pénzt. Hát azt mondom, ebbe a fejlesztés nem hangzik rosszul. Dolgozik. Igen, tehát hogy ebbe az állam tesz egy kis pénzt, és elmehet 110 évesen majd nyugdíjba, ugye? És még plusz 30 évet nyer veled az állam, amit ledolgozol, és a 110-től a 120. életévedig mondjuk lehetsz nyugdíjas. Bár ha a nyugdíj alapod is folyamatosan nő azzal, akkor viszont legalább mindenkinek szép nyugdíja lesz, nem? Ja, hogy többet fizetsz be 100 éves korodig. Igen, abból jobban lehet osztani. Hát abból utána többet kapsz vissza. Igen. És micsoda gyönyörű 25 év vár rád 100-tól 125-ig. Hát... kevés. Az nagyon kemény, igen. De ugyanakkor az, hogy a mindenféle nyűgödött, bajodott, meg betegségedet, azt elfelejtheted, mondjuk ezeket az időskori nyavajákat, azért az jó szerintem. Az mindenképpen pozitív. Hát de ez már nem a mi korunk, sőt szerintem... Azt mondják, nem, nincs igazad, mert hogy azt mondják, hogy ez akár néhány évtizeden belül meg is valósulhat. Oké, a néhány év, mondjuk 3 évtized, akkor az 30 év. Tehát mi ketten 75 évesek leszünk, jó, ahogy az... bejelentik, hogy... És akkor ott ülünk, én nyilván trottyosan, öregen, te még a sporttól fitten, a 75-esen elkezdjük szedni egy gyógyszert, és akkor én úgy maradok. Nem csak az egyik oldalon lesz fit, mert a másik egy agyvérzés miatt. Ja, lebérül, akkor... és akkor úgy maradok még 50 évig. Aha. Az jó nekem?
Tehát hát 75... nekem jó, mert én majd járok be hozzád ilyen fejpáltal tréningruhában. De nem jársz, mert a feled le van már bénulva. Igen. Azért még várjuk ezzel a gyógyszerrel, mielőtt azt beszedjük. Várjuk meg, míg valaki elkezdi szedni, és nézzük meg, hogy milyen hatása van. Na, egy nagyon érdekes hírt talált az egyik hírportál, méghozzá egy apró kicsi községről szól ez a hír, és azt mondja, hogy bár a közbiztonság az egyre rosszabb, ugye Magyarországon, vagy hát sokan mondják, hogy egyre rosszabb nyilván, sokan cáfolják azt a dolgot, mégis van egy olyan hely, ahol nemhogy romlik a közbiztonság, és szaporodnak a bűnesetek, bármennyire is így érzik ugye Magyarországon, ez a település, ez távol él ezen vidékektől, mert hogy az egészet bekamerázták az ott lakók. Nagyon érdekes a dolog. A polgármester elmondta, hogy 2006 körül megszűnt a közeli településen működő rendőrös, ezért ők és a lakók létrehoztak egy 20 kamerás rendszert, hogy bebiztosítsák magukat. A kamerák tárolják a felvett képet, nem nézi senki a monitorokat, ha valami baj van, elő lehet venni a felvételt, nem volt biciklilopás, nem történik semmi a faluban, az autókat nem zárják, a lakásokat nem zárják, a gyerekek kint játszanak a kertben, lebontották szinte az összes kerítést, és olyan, írja ez az internetes portál, mintha egy másik világba csöppennél, amikor elmész, vagy ellátogatsz erre a településre. Nyitott ajtók, kerítés nélküli házak. Mint tehát, a paradicsom. Tehát mintha tényleg... Az emberek mesztelenül járkálnak körülöttük, állatok, mindenki békességben, boldogságban. Igen, emberek a szomszédban, úgyhogy nincs bezárva a lakásuk, és hát ez most azért érdekes, hogy ők ezt így megszellőztetik, mert holnap ezen a helyiségben, vagy ebben a településben 45 betörés lesz azonnal. Tehát ez megmutatjuk nektek, hogy mégis lehet. Igen. Átlagpolgár is tud ide telepíteni kamerát? Tehát ezt átlagpolgárok telepítették, aha, a lakók fölírják az áthaladó autók rendszámát, te megjelensz, téged nem ismernek, kinták Izzi néni azon írja a rendszámodat, füstriadót adnak, tüzeket gyújtanak, nagyon nyilván nem. Aha. De hogy... Az idegeneket a település határával elégetik. Igen, de szenzációs a dolog, hogy van egy ilyen település. Kőrös tetétlen. Aha. Nagyon ez a neve. Jó. Kőrös nagyon tetétlen. Itt nem lehet, hogy akkor kezdték el telepíteni a kamerákat, amikor már mindent elloptak. Volt egy előélet. És most már gyakorlatilag nincs mit elvinni. Van egy körzeti megbízott, ha te besétálsz ebbe a faluba, kiszúrnak a helybeliek, hogy te idegen vagy, és jelentik a körzeti megbízottnak. Terike, ki az ott? Vagy pedig a polgármester. Hallod, Terike, ezt ki az? Szúrjuk ki a balszereget. Az unokád, nem? Gyere, Marika, szúrjuk ki a balszereget, itt van a villás kulcsa, állítsuk a hátába. De hogy én ezt nagyon szeretem, ez egy nagyon-nagyon helyes kis történet. Ez egy pici falu egyébként. És mindenki jelent, mindenki figyel, mindenki résen van, nincs betörés, nincs bringalopás, nincs semmi. Csak biztonság. Honnan a frazból van ennyi terabájtjuk, amire rögzítele? Ez egy jó kérdés egyébként. Az időseknek is nagyon tetszik ez a dolog, a fiatalok is nagyon szeretik, és azt mondják, hogy végre egy hely, ahol biztonságban élhetnek, a nap bármely szakaszában ki lehet engedni a gyerekeket az utcára, nem kell félni, nincs egyszerűen veszély, ami leselkedne rájuk. És mindenkinek megadta a helyi rendőr a saját telefonszámát? Tehát minden egyes lakos tudja például az ő mobil számát. A körzete megbízott? Aha. Hát mert kicsi a falu, csak átkiabálnak ja neki. Ja. Azért nem tudom, hogy akarnék egy ilyen faluba lakni. Tehát minden így elolvasva, ez így nagyon jó. De amikor tényleg beszél egy színes tévét, és a falu arról beszél, és mindenki súg, és mindenki mond, és mindenki tud mindent, nem tudom, hogy akarnék-e így élni. Nem beszélnek, hát ott vannak a nappaliban veled együtt, és nézik a tévét. Mit beszélnek róla? Hát együtt tévéztek. De hogy kell elképzelni? Tényleg áll a Mari néni a körös tetétlen tábla mellett. Ő leadja Juli néninek a drótot, aki áll 10 méterre a táblától. Juli néni szalad Ica nénihez, Ica néni hívja a polgármestert. Megrángat egy spárgát, és a spárga másik vég, ami 200 méterre van egy portán belül, ilyen kanalak, meg fedők így elkezdenek így, mint a Lea cipővel. És különböző jelek vannak? Tehát van az idegen a faluban, az autó a faluban, a támadók a faluban, félreverik a harangot egyszer, négyféleképpen verik félre, hatszor a harangot, tehát különböző jelek vannak, hogy Marika néni bejelez a táblánál? Ha tehénbőgést utánoz Marika néni, akkor az azt jelenti, jaj, a derekam! Jaj, a derekam! Jaj, a derekam! Hárman vannak. Marika, hallgass már el! Marika, hallgass már el, mondja egy új lakó, te hülye, ez a kódrendszer, te barom, nem érted, ez a kódrendszer. Igen, tehát Marika néni háromszor elmondja, jaj, a derekam, az azt jelenti, hogy bejött három idegen a faluba. Jaj!
Kocsival jöttem. Marika! Két kocsi. Két kocsival jöttek. Így áll egy neocit rád, Marika. Hülye vagy, kocsi jöttek, barom. Nem veszed a jelekem? Robitus, menj már! Ja, nagyon. Az elmúlt pár évben egyetlen egy bicikli lopás volt, gyerekek. Egy bicikli lopás. Az is falun belül, gondolom. Azt az embert azóta tudja. Már megkövezték, elégették, és a falu szélénél... Nem, ott szárad még azóta is egy fál. Igen, kalodába van rakva 3 éve, és ott ül a falu főterén, a kisbíró minden nap kihirdeti, hogy még mindig nem engedik szabadon. Megnéztem neked az eladó körös tetétleni ingatlanokat, kérlek szépen. Azért lenne mulatság, beköltöznék oda. Szerintem, megállna a faluban az élet egy pillanatra. De nem is ez a fontos, hanem hogy ők tényleg büszkék arra, és minden hirdetés így kezdődik, hogy csendes, nyugodt, biztonságos település. Ez sokat számít. Ez sokat számít. A ház. Igen. Mondj egy lakó, hogy a kaput úgy zárja be, hogy magától is, nehogy magától is kinyíljon, de mindig benne van a kulcs. Hát mutass nekem még egy ilyen helyen települést, ahol ezt te megmered csinálni. Ezt Magdi néni mondta. Egy nyugdíjas asszony, 1972 óta a településen lakik, nem félnek. Na most mondom, azon hallgatóinak, akik rosszban sántikálnak, hogy most azért, mert beszéltünk róla, hagyják ezt a falut békén. Nem kell rámenni. Nem kell most oda menni, és azonnal megnézni, hogy mit lehet onnan ellopni, de tényleg. Tehát, hogy hagyjuk. Ne menjenek oda, úgyse fognak túljutni a 3,5 méter magas falon, amit őrtornyokkal őriznek. És Marika néni fogsorán. Lerágja a grumit a Trabantról. Igen, veszélyesebb, mint bármelyik őrzővédő. Na, körös tetétlen polgármestere, Pásztor Imre itt van velünk. Jó reggelt kívánunk, polgármester úr! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát, ilyen biztonságos ez a település, polgármester úr. Abszolút. Mi a titok? Hát az a titok, hogy összefogott a lakosság, még Mari néni is. Na, a nagyon hogy, hogy például, hogy autó kétszer elmegy az utcába oda-vissza, annak a rendszáma már fel van írva. Ne, úgyhogy tényleg? Tehát oda megyek véletlenül rossz helyen, amikor megfordulok, azonnal fent vagyok a fekete listán? Felírnak? Igen, teljesen fent van, úgyhogy rögtön jelentik a körzeti megbízottnak, ha nincs a területen, akkor meg nekem telefonálnak, és akkor kimegyünk megnézni, hogy tényleg idegen ez az autó. A harmadik áthaladásnál meg már kap egy molotov koktélt a motorháztól. 8-as vagy 6-os, nem tudom, már fél szememre nem látok. 6-os szerintem. Igen, mondja Marika néni. És mit csinál? Kimész, és akkor mi gazoltatjátok? Igen, akkor próbálunk nekik segíteni, és megkérdezzük azt, hogy jó irányba mennek-e. Most már nem. És bejöttjátok, hogy az a jó irány. Arra felé, igen. És akkor útba igazítjuk, hogyha keresnek valakit. Ha meg idegen, mondjuk árus, vagy egy hasonló, vagy mondjuk akkumulátort gyűjtenek, akkor megkérjük, hogy ezen a településen ezt ne tegyék, és bármelyik településre mehetnek, csak körös tetétlenre nem lehet ezt csinálni. És nem féltek attól, hogy most, hogy ez megjelent lapokban, mi is foglalkozunk vele, holnap eltűnik 4 bringa, betörnek Mari nénihez, és ellepnek benneteket a bűnözők? Hát ez a felhívás keringőre, hogy nyitva vannak az ajtók, a gyerekek szabadon játszanak, hát ez veszélyes. Veszélyes reklám, épp tegnap volt eszembe, hogy a TV interjú is lement, hogy innentől kezdve felhívtuk magunkra a figyelmet, hogy innen szabad a pálya, lehet jönni, és akkor lehet vinni minden, de azért a 20 kamera az visszatartó erő, mert az folyamatosan üzemelés. És a helyieken nincs is gond, mert tényleg a lakosság összetétele olyan, hogy itt egymásért nem bántják, mert mindenki, ami megdolgozott, az a sajátja. De az idegeneket szeretnénk távol tartani, aki mondjuk rossz szándékkal érkezik körös tetétlenre. Az azt jelenti, hogy megkettőztétek az őrséget Marika néni mellett, most Ilona néni is ott áll a körös tetétlen táblánál, és a másik oldalon is védik a települést. Ez jó? Igen. Divat az, hogy ülnek innap adon, és akkor beszélgetnek, és közben meg ilyen őrszemet játszanak, és figyelik. Tehát beépített nénik, akik ülnek kint, és úgy tűnik, mint a pletykálkodnának, egyébként őrszemekként funkcionál. Így van, és ebben mindenkinek ott a távcső, és figyel. Amikor az ember behajt hozzátok a faluba kautóval, akkor talál ilyen figyelmeztető táblákat? Hogy... Igen, minden. Ez csak a főutakon van kint, úgyhogy a mellékutcákban nincsen kamera, csak a főutakon van. 5 főút találkozásában van körös tetétlen, és minden térkezőnél ki van téve, hogy térfigyelő rendszerrel védett terület, úgyhogy úgy mozogja, hogy itt folyamatos felvétel. Hát de azért ennél többről van szó, mint a térfigyelő rendszer. Ha te mindenkinek megadtad a telefonszámod, aki a faluban lakik, mindenki tudja a rendszert. Hát ez egy nagy logisztika volt annak idején. Tehát ez hogy összetrombitáltad a falut, és azt mondtad, hogy itt a számom, kedves lakosok, hívjanak, ha valami gyanús. Hát ez úgy van, hogy 17 éve vagyok a polgármester körös tetétlen, az alatt már mindenki megismerhette a telefonszámot, és hozzá is szoktattuk, mert ez végig mindenki érdeke. Én érdekem is, meg az övék is, hogy itt rendbiztonság legyen. Volt itt 2006-ban a szomszéd településen egy rendőrös, megszűnt, mert mindenki elment nyugdíjba,
rendőrök közül, és akkor úgy volt, hogy valamit ki kéne találnunk, hogy a bűnözés nehogy söpörje körös tetétlent, és akkor volt az, hogy na, faluapra adja összeült, és akkor eltöntöttük, hogy bekamerázzuk a települést. Mikor történt az utolsó lopás? Egyetem volt ilyen? Emlékszem? Volt ilyen, egy pár évvel ezelőtt volt, egy kerékpárt loptak el hajnal 00:30, egy szomszéd településről jött egy úriember, gyalog, és megunta. Ő még nem sejtette, hova megy. Ő még nem tudta, hogy... Úgyhogy megunta azt, hogy sokat gyalogolt, és a szomszéd, következő szomszéd településre szeretett volna eljutni, és így egy kerékpárt eltulajdonított, amit két nap múlva meg is lett, mert a KMB is megnézte az időpontot, megnézte azt, hogy merre ment ki a településről, és a szomszéd település körzeti megbízottjával fővette a kapcsolatot, leadta a személyre idást a kerékpárról, és két napon belül vissza is hozták. Azt hittük, hogy a röphűpában népdalkörnek a tagjai jöttek éppen kifelé a műfázból, és meglincselték. Igen. Vagy Marika egy hátsó torokfogással utána ugrott, és egy párdot ugrással letépte a bringáról, igen. Hát nem volt még olyan, hogy egy idős hölgy magát egyébként településbelének álcázva, álnéve repülős Gizinek hívjuk őt, megjelent, ólálkodott a falu környékén, megpróbált betörni, hát ő ugye most még mindig aktív, ahogy ezt halljuk, nem járt nálatok? Nem, mert a repülőjárat errefelé nincs, igen. És akkor így nehéz megközelíteni körös tetétlent, úgyhogy inkább csak a most külföldre utazott. Igen, ő külföldön tevékenykedik, de ha most hall minket, akkor szerintem már felírta, hogy mit mondott a Balázs. Meg ő is idősebb. Hát ugye... Mi van, ha beépülünk? Leülöd a valaki mellé az egyik padra, és elkezdenek beszélgetni. És az mit szó? Te meg ki vagy? Nehéz lesz megkülönböztetni. Igen, úgy azért nehéz lenne. Nehéz lesz, mert nyugdíjas ő is már, és akkor elvegyül a többi nyugdíjas között. Félreveritek a harangot, ha történik valami nagyon szörnyű dolog? Van ilyen? Nem, mert még nem kellett félreverni, van harangunk, úgyhogy, de még ebben nem volt szükség ahhoz, hogy ilyen nagy események nem történnek. Azért mondom, ez a kerékpárlopás is, ez ilyen... Ez volt a legnagyobb. Fölverte a portafaluba, mert nem voltak hozzászokva, hogy ilyen megtörténhet, és utána akkor megnyugodtak idézőjelbe, hogy oké, nem helyi volt, hanem... Hát legalább van miről mesélni, morzsolás közben, télen. Igen. Mondjuk azért évekkel ezelőtt elloptak egy kerékbárt, és felverte a falu életét, azért ez komoly életetek van, tehát itt valaki áthalt autóval, ketten szívinfarktus kapnak, ahogy hallom. Tehát azért máshol ellopnak egy kerékbárt, tehát senkinek az ingertőzőbét... Négy sebességes volt, favorit váltos. Dehogy favorit volt, svincsepe! Ez nagyon, nagyon és egyszer hány nénike ül kint? Tehát így körülbelül hányan vannak az utcánként van egy-két idős néni meg férfi az kint ül, úgyhogy sokszor van az, hogy én is elmegyek, akkor megkérdezik, hogy hova megyek. Mert te is gyanús vagy. Nagyon jó. Hova megy a polgármester? Kérdezd meg csak, Marikám, hova megy polgármester úr? Hova megy, és akkor már hallottam olyat, mert az én szomszédomban is mindig kint ültek, hogy utána valaki keresett, és akkor mondja, hogy 10 perce ment el a polgármester úr. Na mondom, ez még azt hiányzik, hogy utána... Nem tudna. És a kertek alatt kell slisszolni még. El kell bujkálni, hogy folyamatosan le tudják, hogy merre megy az ember. Beosztás van a nénik között? Tehát, hogy ki hánytól ül kint? Nincs, mert általában mindenki ugyanabban az időben egész nap kint van, ha jó idő van, és akkor ezzel megvan oldva az utca belé gondok. És olyan van esetleg, hogy egymásról is jelentenek, hogy mondja neked Marika néni, hogy jaj, a Józsi mindig kimegy a pajtába 7:30-kor, az olyan hangot ad a szamáron, nagyon fura. Ilyen jelentés nincs. 10 percet van, csak ott, az a szegény állat, én nem tudom mit csinálni. Ilyen nincsen? Tehát, hogy egymásról is azért finoman informálnak téged? Persze az ilyen kis településen megy a pletyka, hogy ki kivel van. Azért egymásról is, nagyon annak idején, amikor kamerákat felszereltük, arra direkt vigyáztunk, hogy magánterületet ne nézzen, csak közterületet, mert mondjuk hajnal 4:00 valaki kiugrik az ablakon, akkor is igen, hát azért az csúnya. Igen, vagy áll ki mesztelül az erkélyen kizáró 3/4 órát, igen. De ez nagyon az helyes történet ez. Hát ezt nagyon-nagyon-nagyon szeretjük egyébként. És kint ülnek és nyomják a faldomát. Hát ezt a pistát nem engedték még haza. A muszkák, a málen kíromod, írja csak KFC 068. Nagyon jó. Nagyon jó. Na jó, és akkor van ilyen, hogy hónap őrszeme, meg ilyeneket választotok? Igen, de ötletnek nagyon jó. Szerintem lehet, de a legtöbb információ, tehát a hónap őrszeme, tehát ilyeneket választotok, hát ez nagyon jó. Tényleg ezt majd beépítjük, mert aki mondjuk 2-3 autóval többet ír föl, mint a másik, akkor azt valamivel díjazni kellene, hogy... Jönnek közben SMS-ek, ez igaz, hogy egyszer régebben a pap elvitte a hívők pénzét nálatok pár éve? Ez egy igaz sztori?
Ez biztos, hogy nem, mert nekünk nem... Nem figyeljünk! Ez jön, nem 2007 tudom. Óta van templomunk, azelőtt nem volt soha, akkor építettünk, úgyhogy ez nem lehet egy, biztos valószínűleg egy régi történet, mert nekünk egy ilyen 7 éves templomunk van, úgyhogy nálunk biztos nem történhetett. Ott fut az atya, ott fut, kapjátok el! Marika, vetődj! Nagyon helyes, valaki leszedi nyillal, tényleg bokál lövi. Igen, vagy egy sarabolóval kilép a kapu, hogy... Na jó, hát rukkolunk, hogy ez így maradjon, egy nagyon helyes kis történet. Köszönjük egyébként. Szépen, úgyhogy vigyázzunk is rá, vigyázzunk folyamatosan. Ha arra járunk, benézünk, csak ne szúrjátok ki a kereket. Nem, tehát nem szabad visszafordulni. Visszafordulni nem lehet, csak direkt be lehet menni. Az már gyanús. Köszönjük szépen. Köszönjük. Pásztor Imre, Körösletetlen polgármesterének. Köszönjük szépen. Nagyon helyesek, nem? Nagyon. Hello, szép napot. Ha úgy lehet, ez bekerül. Megjelent Balázs a Verdával. Milyen autó? Még ilyet nem láttam. Nem tudom, aranyom, nem tudom. A biztonság kedvé szúrtja a kerekét. Majdnem lehet. Ne menjen innen ez a perna, hajde. Itt a tégla nyombász élvén. Meginné. Marika, már 8-at kiszúrtam a hét. Hagyjál már békén. Jaj, nagyon helyesek egyébként. De nem? Tényleg mindenhol így kellene, hogy működjön a dolog, nem? Hogy nagyon. Összefognak térfigyelő rendszer, senki nem mer lopni, senki nem mer semmit csinálni. Hát és kézzétek el, hogy a falu főterére beszorulott a tolva, és akkor így minden irányból jönnek botokkal, járókeretekkel, kifejezéssel tekintettel, tudod, igen, mire számíthatsz. Gondold el, agyonverk egy 80 éves egy furkos bottal, azért húz maga után egy gerebi. Közben egyengeti a murvát. Igen, egy helyes. Na, egyszer arra járunk, átmegyünk. Jó, de csak ésszel. Csak ésszel, és csak egyszer, igen. Azt nem mondtál, hogy mi van, ha harmadszor is arra mész, ugye ezzel az autóval. Lemegyek oda farolgatni, megnézem. Ne játszod két gyereked van. Éjjel. Farolok párat arra. Menjél be kvaddal, és ilyen nagyon kihívóan pörögjél. Szerintem Marika néni hátról egy bukós botol annyira leszedne egy pillanat alatt, hogy észre se venni, mint négyen rám vetnék magukat, igen. Na jó, a 7:30 volt pontosan, 7 perccel Óven bácsi Berulinra lehet jelentkezni, ha valaki játszana velünk, szívesen írjon SMS-t, mi pedig jövünk Ákos híre után. Amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Klassz FM-en. 8 óra múlt pontosan, 9 perccel szép reggelt kívánunk minden morning show hallgatónak. Hello, itt vagyunk a Klasszon, és folytatjuk. Már is most már melegedik az időjárás, ezt meg tudod erősíteni, kint voltál, dohányoztál, hát, csipős, még csipős? Árnyékban hűvös, ha a nap nem éri a testedet, akkor hideg. Meg Feri akkor, hogy mindig a kéménynek támaszkodva szokott cigarettázni, akkor meg mindig meleg. Jó, de tudod, hogy a Feri feje az örök óhatára felett van, tehát hogy kezdik fázom. A Feri fejének a tetején felvonók működnek, és kisebb állatok ilyen. És kondenszcsíkok vannak. Igen. Anyám igen. Mindig mondta, hogy úgy fordulj, hogy a szél lapjával érje. Mondtam, olyan nekem nincs mama. Igen. Mindenütt ér. Az Ondvezér útján van egy nagyon komoly baleset a 14. kerületben. A mentő most érkezett. Egy jó darabig biztos le lesz zárva. Ráadásul kisgyereket ütöttek el. Úristen, Peti küldte nekünk. Szegény. Reméljük, hogy nincs komoly baj, aki tud kerüljön. Tételőtt Győr felé baleset kerülni, földútól lehet Laller üzeni, az Egér úton mindkét irány nagyon lassan halad, egy autó már trélerem, de az első kettő nagyon megtalálta egymást, ezt Józsi küldte nekünk. Kecskemény Nyárlőrinc között kamion defektet kapott, torlódásra számítsatok, ezt Emese üzente, valamint amit az előbb is mondtam, igen, 4-es baleset van az Egér úton, ez Budapestről kifelé van, olcsó is elküldte, úgyhogy ott is hatalmas dugóra lehet számítani. Na, ígértük, hogy felhívjuk Reisz Andrást, még korán reggel beszéltünk róla, mert hogy hát kicsit zokon vettük, hogy nem ő mondja meg nekünk, hogy milyen idő lesz holnap, mi van az időjárással, milyen időnk lesz hétvégén. Nagyon kedveljük, nagyon kedveltük, és nem igazán értjük az MTVA döntését, hogy miért kellett egy jól bevált arcot lecserélni.
úgy, hogy most azért, ahogy látjuk az időjárás, ugye hát jelentés kihívásokkal küzdik. Akadozik, igen. Akadozik picit. Itt volt a mi drága Reisz Andrásunk, és hát nagyon kedveltük, és szerintem sokan brendje volt már az MTV-nek, vagy az MTV-jának. Egy kicsit fura, hogy nem ő van. Persze arculatváltás történt, egy csomó minden, de ugyanakkor szerettük volna őt látni, hitelesnek tartjuk, kedveljük, jó meteorológus, ért hozzá, és nem mindegy nekünk, hogy kijelent időjárást, kell, hogy hiteles legyen. Nem tudjuk adásba kapcsolni, beszéltünk vele, nem nyilatkozhat, mert hogy annak ellenére, hogy ő most ugye nincs képernyőn, még élő szerződése van, és mind addig, amíg neki élő szerződése van, addig köti a szerződés, nem nyilatkozhat, hogy most éppen mi történik, de hát látjuk, hogy mi történik, egyelőre nem alkalmazzák. Reméljük, hogy fogják egyébként, és az élő szerződést nem azért tartják életben, hogy még sokáig ne nyilatkozhasson, aztán amikor elül a dolog, akkor fölbontják a szerződést fél év múlva. Reméljük, nem ez történik. Mi drukkolunk neki, nagyon kedveljük, jó lett volna megszólaltatni, de nem beszélhet. Még meg úgy, akkor a Fábri promót például mondja. Hát én az időjárásban jobban szerettem. Igen. Nyilván egész más a történet, csak hogy ugye a hangjára akkor ezek szerint mégis szükség van, tehát van helye. A köztévén meg a közrádión is szoktam hallani, tehát hogy... Igen, lehet, jó, hogy... jó lett, szerettük volna meg, hogy miért nincs, vagy lesz. Na majd. Brendje volt már szerintem az MTV-jának, kár, hogy úgy gondolkoznak, hogy ő nem az. Egy vagy... igazi jelenség. Igen. De én majd nézek tőle régi meteorológiai jelentéseket a YouTube-on. Hát, ha bejön. Hát, tök jó, így van. Ez lehet szerencsés, hogy hát... pont olyat nézel, ami újra bejön. Visszakeresünk, hogy 2011. március 18. Nagyon jó. Mit simán lehet, hogy... Simán lehet, hogy jót mond, így van. Azt nézem még, hogy Lajos Mizsén közben útjavítás miatt félsáv járható, ezt Emese küldte nekünk, és... Én itt lakom a faluban, ez még az előző témánkra jött, kétes kinézetű személyek épp most lopták el a polgármestert. Kaptuk ezt is. Most kit hívjak, ugye? Kaptuk ezt is SMS-ben, igen. A gyerekek, van egy problémám, és két ilyen nagyon aranyos, empatikus, megértő ember tanácsát várom. Nem, most tényleg egy kicsit tegyétek már félre azt a valótokat, ami miatt szeretnek benneteket, és vegyétek elő azt, ami halálosan unalmas és közhelyes, de segítségre van szükségem. Eljutottunk oda Panna lányommal, hogy... hát akkor tudod, azt neked mondanám először. Elkezdett rá nem tudunk mit csinálni, Feri. Sajnos ez gyönyörű. Voltatok állatkertben, megevett egy fél ökröt. Azt egyébként azt otthon szoktam megenni, az állatkertet nem várta meg a vattacukrot. Benyomta a 2 kilót. Kristály. De az kristály cukor formájában szokta, és utána alágyújtok a gyereknek, és belül készül a vattacukor. Kikapott egy kecskét a kis állatsimogatóból, és eleve nem felfalzott. Tedd azt a kacsát, tedd azt a kacsát. Milyen kocsát, és már csak a tollak szállnak. Iskolás lesz a gyermek, és ma felvételizni megy. Azt a mindenit. Ezt önmagában ugye én nem nagyon értem, hogy 6 éves... Egyetem? Így eszlott az idő? Kicsi, ez a felvételi? Hát ezt nem értem, hogy 6 éves korban ugye a felvételi maga egy ilyen érdekes dolog, hát ez egy ilyen megfelelési történet, de nem ez a problémám, hanem az, hogy én beszélni fogok még vele, mielőtt bemegy a felvételire. Na milyen világ az, hogy 49-kor már nem írják azt a felvételit? Hát hova megy ez a gyerek? Hát mi az, hogy még hát beszélni fogsz? Hát már írja a 49. Majd délután megy, egyután megy felvételizni. Ajajaj, hát az nehéz ügy. Nagyon nehéz, és azért nehéz, hogy mit mondasz egy 6 éves gyereknek? Mivel engeded útjára? Azt mondod, hogy figyelj kicsim, nagyon figyelj oda, mert életed első fontos nagy lépés. Anyád nem számít, de rám ne hozz szégyen. ez nagyon jó lesz. Figyelj, mutert hagyja, tudod neki már minden. De tudod, hogy én vagyok az apád. Tudod, mit kockáztatok? Veled. Vagy elkezdesz vele, hogy tök mindegy, hagyjad a francba az egészet, kicsim, ahogy sikerül, legyél laza. Mi lesz a felvétel, ha valami kis információ, nem igaz, hogy nem érdeklődtél utána? Nem, voltam benne hülyéskedj, elkértem a feladott lapot, megtudta az egészet, véres hurkát, májas hurkát, kolbászt vittem be, nem le lehet tölteni az internetről ilyen felvételi kis papírokat, olyanokat kell például csinálni, hogy van 7 szó, amit elmondasz egyszer a gyereknek, nem mondhatja vissza szavanként, és a 7 szó után neki ezt a 7-et vissza kell mondania. Tehát mondom, figyelj! Tessék, próba! Jani, felvételizet! Mi a feladatot se értem? Hülye, hogy a feladatot se értem! Elvéreztél, Jánoska, ülje vissza a kis téli szalámi zsömlét, de azt mondd meg anyának, ide nem fog járatni téged, mert hülye vagy. 7 szót kell megjegyezni a gyereknek, és azt utána vissza kell mondani. Vissza kell mondani, figyelj János, ne jegyzeteljél, légy szíves. Mondom a 7 szót. Várjál, nem mondhatod csak a hangrögzítés. Nem, a egyesével nem mondhatod vissza a szavakat, tehát meg csendbe kell legyél a 7 szó, és a 7 szó végén mond vissza. Ez volt a 7 szó? Igen. Ez a 7 szót mond vissza, légy szíves rajta. Na. Tessék, konyha. Igen. Nem beszéljél közben, ja, nem. Ez már 1 pont. Konyha, számítógép,
uh-huh. alma, uh-huh. házi feladat, uh-huh. mosógép, uh-huh. lecsó, uh-huh. ne szívas. December. Mi a? December. Ja, igen. Számoltam. Igen. Jánoska, akkor kedves anyuka, legyen szíves kimenni, mert a fia felvételizik. Jánoska, na, mi van? Mi ez az okni rajtad, Jánoska? Mondd vissza ezt a hitzót, Jánoska. Megpisíltem. Jánoska, azt láttam én is, Jánoska. Igaz, már 8 éves vagy, de nem vagy. Jánoska. Ebben a sorrendben, ahogy mondtad? Igen. Hát az plusz pontot. Hülye a bácsi. Jánoska, ki vagy rúgva? Tényleg hülye a bácsi. Na, lehet össze-vissza. Na, konyha. Igen. Számítógép. Igen. Alma. Igen. Többire lőmlik. Nem áll. Tényleg? Konyha szekrény. Nem volt. Szuvidáló. Csülök. Egy hurkatöltő. Disznóvágás. Disznóvágás. Böllér. Kerti kulálda. Ennyi? Aha, ennyi. Hétből nem három ember. Hát az semmi. Az tényleg? Semmi. Hát, Jánoska. Nem használom ezeket a szavak. Mi volt? Biztos valami bonyolult hát volt. Hát almát csak használom. Tényleg? Körtét mit mondtam? Jánoska, menj vissza, aztán üljél még az óvodába egy évet, Jánoska. Gyorsan, mert nem nagyon mennek egyet. Még egyet ráhúzhatok a nagy csoport. Jobb a koszt. Tessék, mutatom a következő feladatot, Jánoska. Na, okay, tapsold. Az első. Jó, az első az nulla pont. Tapsold vissza, amit tapsolok. Na. Öt pont. Ez jó sikerül. Mínusz 7, vagyis mínusz 2-vel állsz a következő feladat előtt, hát, Jánoska. Hát nullára visszatudok gyúrni magam valahogy. Ilyeneket kell csinálni. Akkor olyat kell csinálni, hogy ha egy mesét olvasnak el neki, és egy rövid mesét a gyerekeknek, és utána pedig kérdésekre kell válaszolni, hogy ki volt a mesében, mit csinált, ki gyűlölt kit, ki ölt meg kit, és utána még olyan is itt 15 szabályos húzózkodás áll alá, nincs. Vagy ilyesmi? De nem miért kell. Nem? Hát már ezt megtanulja később. A tesi óra az majd később lesz. Azzal nem kell foglalkozni. Érted? Tehát az tök mindegy, hogy tud-e futni a gyerek. Iskolában megy, nem tornaórára. Béka hang utánozás, vagy valami értelmesebb. Hát figyelj, ez egy nehéz kérdés szerintem, de ugye mit mondjál a gyereknek? Igen, egy pillanatra komolyra fordítjuk. Már de velünk ez azért elég nehéz. Hogy hát jeleztem az elején. Három percet tovább komolyan beszéljünk, de figyelj, hát mit tudsz neki mondani? Szerintem semmiképpen nem szabad rá terhet tenni. Tehát ez nem egy jó megoldás, ráadásul bestresszel tőle, ugye? Tehát az iskola választás, hogy legyünk őszintén, a szülőnek sokkal fontosabb, mint a gyereknek. Neki tehát, hogy aki ebből problémát csinál, az a gyerek, mert már látod egyetem, vagy a szülő, mert már látod egyetemre menni, ha nem tesz le 4 nyelvvizsgát a középfokig, meg az érettség, akkor nem is fogják felvenni sehova. Mi is azért valahogy boldogultunk, pedig még orosz tanultunk, és nem kellett 4 nyelven beszélned az érettséginél, és nem volt 600 házi feladatod már másodikban. Tehát próbáld meg vele azt, de semmiképpen nem mondd el, még a tudja, hogy miről szól? Tudja nyilván, hogy miről szól, nem? Hát óvatosan, de sose nem stresszeltük. Figyelj, mondd el, hogy érezze jól magát, töltse ki, ami megy, aha. Ha nem megy, ne aggódjon, menjen tovább. Tehát benne azt kell erősíteni, hogy ez egy játék. Töltse ki, már írni is tud. Vannak rajzos feladatokat kell megoldani, berajzolnod kell labirintú. Hát egy csomó minden van, a Ben is csinál már ilyen kis munkafüzetből ilyen kis feladatokat. Tehát semmiképpen ne tegyél rá terhet, még ha te nyilván tehernek is érzed, és nagyon megbünteted majd a hazajön, és az eredmény nem vezet. Nem lesz csülök esté. Tehát szerintem őt nem szabad ezzel semmiképpen nyomasztani. De egy kicsit próbálod motiválni. Ugyanakkor nyilván próbálod motiválni, azt nyilván el lehet mondani 6-7 évesen, hogy ez a dolog miről szól, ez egy nagyon jó suli, szeretnéd, ha oda jár. Na, ez most egy felvételi, és ez arról szól, hogy tehát mindig azt kell benne szerintem erősíteni neked szülőként, hogy nem baj, ha nem sikerül, nem baj, ha elbukik. Te akkor is szereted, te feltétel nélkül állsz mellette, mert akkor, akkor nem omlik össze attól, hogy ha nem felel meg, akkor mit szólnak hozzá a szülők. Tehát ha te azt érzi, vagy azt érezheted vele, hogy mindig támogatod, akkor is, ha ez a dolog nem sikerül, akkor a gyerek sokkal jobban oldja meg ezt a dolgot tét nélkül, mintha te rárakod azt a nyomást, hogy figyelj, pane, ezen sok múlik, irgum-burgum, na hát most figyelj oda, mert a gyerek érzi rajtad, hogy akkor az viszont nyomásként jelenik meg nála,
mert hogy presszionálod. És arra viszont rásteszelhet, úgyhogy szerintem maximálisan az, hogy támogatva bármi történik. Uh-huh. Te ott vagy, legyen ügyes, drukkolsz neki, de nem baj, ha nem. De ne jön össze, akkor sincs semmi gond. Tehát szerintem ezt kell, ezt kell. Persze, adjál neki, anyával beszél. Adjál neki. Jó, azért. Tereld be a gyereket meg a szobájába, aztán a konyhajtó becsuk. Délbe azért egyen meg egy fél adag tepsis csülköt, hogy azért a vércukor... Azon már túl van. Az a reggelire szoktam. Azt csomagolnak neki. De tepsivel együtt. Tepsivel együtt. Van a drága lányom, legyen szíves, tegyük el most azt a tepsit. Hát ez az édesapám csomagoltam, mert tudta, hogy hosszú lesz a felvétel. Annácska, nem nehéz egy kicsit a te iskolatáskád? Nem az iskolatáskám, mert a sonka benne. Ez a elemhozsiás zsákok. Igen, tehát ennyien a gyerek szőlőcukrot, de hogy nem szabad terhet tenni. Szőlőcukrot. Semmi egy baj, semmi baj nincs, ha nem sikerül. Mi is kiálltunk, úgyhogy nem volt még ilyen teljesítménykényszer. Figyelj, engem az anyám azt mondta, hogy mennyi tanulni, ahova akarsz. Úgy mentem gimnáziumra, onnan valahogy bekeveredtem egyetemre, átjelentkeztem Szegedre, ott írtam a diplomamunkát. Tehát, hogy nagyon nem volt ez ekkora nyomás, mint most, hogy már elsőben a szülők ott görcsölnek. Hova vitt a gyereket? Mert ha nem viszed jó helyre, nem beszél négy nyelven, és nem úgy fog érettségit. És figyelj, magamon is érzem, jövőre a gyerek megy iskolába, most egy szülői társasággal voltunk hétvégézni, másfél óráig arról beszéltük, hogy az egy jó iskola, oda kéne vinni. Ott hat nyelven beszél. Aztán Benike majd megtanulja, mi az a regula. Én nem felvételiztem sehova felé, nem tanultam tovább, nem is frusztrált soha. Nem tudtad engedni, mi az egészet. Szóval, hogy mindig, tényleg, mindig a gyerek mellett kell állni, nem érezheti a gyerek, hogy te csalódsz benne, ha ő nem jól teljesít. Mert az a nagy törés, a gyereknek nem az a nagy törés, ha nem veszik föl, az a nagy törés, ha a szülő nem úgy áll hozzá, ahogy. Uh-huh. Úgyhogy ügyes legyél. Hát ez egy nehéz kérdés. Mondom, ez egy nehéz kérdés. Tehát, hogy nem is az én szempontomból, én mindig azt mondom nekik is, hogy legyél egy boldog cipész, inkább, mint egy boldogtalan vezérigazgató. Nagyon így van. Egyébként nagyon így van. Hogy az sokkal, most mi van? De egyébként, ez egy nagyon-nagyon... És soha ne felejtsd el, hogy nem nekem tanulsz, hanem ez egyébként tényleg így van. Ha választanunk kellene egy felszabadult 12 éves között, aki még nem tudja, hogy mi legyen, de jól érzi magát, mint egy agyon stresszelt, négy nyelven tanuló, 600 foglalkozásra álljál, túrterhelt, szorongó, neurotikus 10 éves között, akkor azt mondom, hogy nem baj, hogy nem tudod, de legyél boldog gyerek. Komolyan mondom. És majd ráérsz 18 évesen. Másképp, hogy 18 évesen nincs négy nyelvvizsgád, már nem lesz esélyed ezt bepotolni. De hány gyerek szorong tényleg, és lesz neurotikus, és alszik rosszul azért, mert olyan teljesítménykényszerben vannak, ami szerintem nem jó. És ezt tehát jól gondoljátok meg. Az életének az első harmadát. A suli keményebb, vagy a suli kicsit alternatív, ahol mondjuk az első négyben nincs lecke, ahol hagyják őket, ahol mehetnek valamilyen irányba. Mehetnek valamilyen irányba, nagyon keményen. Itt nem lesz szám, nem azért játsz iskolába, hogy csak úgy vicceskedjünk, érted? Itt nincsen aztán az, belőled valaki lesz édes lányom, vagy nem. Most itt tartom körülbelül. Tehát én ugyanezt gondolom, értem, de ez egy olyan nehéz dolog. Igen, egy kicsit a gyerek felé próbálom, hogy mi a jobb, most mit mondasz, azért elmondod neki, hogy ez most egy komoly dolog, meg kéne csinálni, vagy lelazázod az egészet. Én próbálom ezt a vonalat vinni egyébként. Anya egy kicsit komolyabban odaállt ebbe a sztoriba, tehát megnéztük, hova lehet menni, mit lehet csinálni, és annak megfelelően felkészítő feladatok vannak, azért tudom, milyen jó a hétszavasat például, mert én együtt gyakoroltam a Pannával, de ma még lesz egy beszélgetésem vele. És mit mondasz neki, gondolkoztál rajta, hogy mi lesz? Ezt, amit te mondasz. Hogy? Kislányom, ne stresszeljél, de nem siker, úgy nem berúl, arra nem jössz aztán. Ugye emlékszel, tegnap este megmutattam a nadrág szíjamat. Ezzel fog? Igen, tudod, hogy az nagyon fáj. Emlékszel rá, hogy az nagyon fáj. Most ne anyából indulj ki, mert szereti. De te viszont a múltkor se szeretted. Emlékszel, hogy fájt a dolog? Én azt mondom, hogy mindig kell mosogató, meg takarító. Persze, nem engedd el a francba az egészet. Tök őszinte egyébként, hogy azt mondanék, hogy inkább legyél egy boldog kiegyensúlyozott közmunkás, mint egy szorongó milliárdos. Na, hiteles volt apa? Hát inkább lennék szorongó milliárdos. Egy kicsit hadd szorongjak. Hogy egy picit is jobban örülnék, nem dugnál be. Szereted otthonban majd később, de... Kicsit hadd szorongjak, apa. Ez szerintem is az, hogy úgy bocsátod útjára, hogy lesz, ami lesz, akkor is az én házjótól veszik fel. A gyereket támogatva maximálisan a gyerek mellett állva. Uh-huh. Szerintem ez a legfontosabb. Tehát ez kell, hogy ő érezze. Igen, de ha meg ezt mondod el, hogy mindegy, hogy sikerül, vagy nem, én ugyanúgy foglak szeretni, akkor abban nem úgy fog bemenni a gyerek, hogy hát tulajdonképpen teszek rá, most nyilván 6 évesen nem gondolja ezt, de érted, hogy akkor egy picit elengedi, ha azt érzi.
Te hol az a határ, ahol még nem lesz erőszakos, hogy már pedig azt neked meg kell csinálni, édes gyerekem? Nem. A gyerekem is sokkal okosabb. A gyerek nem azt veszi le, hogy te mit mondasz. A gyerek azt veszi le, amit te a mondataid közben éreztetsz vele. Tehát ennél a gyerekek sokkal intelligensebbek. Ha te azt mondod, hogy nem számít, de látja és érzi rajtad, hogy dehogy nem, azt a gyerek pontosan megérzi. Tehát kicsit mindegy egyébként, hogy a gyereknek mit mondasz. A gyereknek soha nem az a lényeg, hogy mit mondasz, a gyereknek az a lényeg, hogy mit vesz le rólad, hogy hogy mondod, hogy mit csinálsz, mert azt kezdi el utánozni. Mondhatsz te bármit, hogy ne szemetelj. Ha te közben elmondod neki százszor, hogy ne tesz, ne szemetelj, de kidobod a banánhéjat az ablakon, akkor a gyerek azt megtanulja. Tök mindegy, mit mondasz, ő leveszi a te viselkedésedet, és ezt pontosan érzi. Tehát intelligenciáról ne beszélj. Aha, mi is ilyen okosak voltunk, csak elmúlt. Nekünk nem kell felvételizni annak idején. Igaz. Hát gyerekek, nem tudom, hogy könnyebb volt-e, vagy nehezebb egyébként. Ebből a szempontból, szóval, hogy én emlékszem, anyám kézen fogott. De nem is volt ilyen teljesítménykényszer. Nem. Anyám kézen fogott, elvitt az új kígyós jártas is, azt mondja, na édes gyerekem, ide fogsz holnaptól járni, tudod, mert ezt mondom, adod az iskolatitkárnak, ez pedig az iskoligazgató. Azt ő odaadta, érted, az én apám odaadta. Na, szóval, hogy ott nem volt ez a dolog. És én mindig azt is kérdezem, a BK-val sokat beszélünk erről, hogy kell ez? Már, tehát ma tényleg ilyen világ van, hogy nincs négy nyelvvizsgát, akkor senki. Ez egy nehéz kérdés, tehát hogy mit választasz? Beadod a gyerekedet egy olyan intézménybe, ahol betörik, ahol nem az egyéni képességeit fejlesztik, ahol beskatujázzák, ahol a fejébe verik azt a fajta lexikális tudást, amire igazából a mostani generációnak már nem feltétlenül van szüksége, mert hiszem azt, hogy már nem igazán ezt kell tudnia. És fáj, nem fáj, nagyon jó, hogy mi tudjuk, hogy mikor volt Mohács, meg mi történt 1541-ben, tudom, nyilván nem fingottak, mint fa. Hogy a segít fogalmunk nincs. Hogy nyilván halvány lila gőzötök, mint 40 után voltak, egyel kettő előtt. Igen, tehát az ország ugye három része szakadt például, de hogy és beskatujázzák, és nem az egyéni képességeket emelik ki, vagy beadod egy olyan iskolába, a gyerek nem biztos, hogy négy nyelven beszél, nem biztos, hogy megtörik, de kiemelik azon képességeit, amire a gyerek valójában jó. És egy kreatív gyereket nem matematika órán ültetnek, egy zeneileg fejlesztésre szoruló gyereket, akinek hihetetlen érzéke van hozzá, nem kémia órán ültetik. Vagy beadod egy olyan suliba, ahol aztán ez van, négy nyelven beszél, megtörik, de felejtsd el az egyéni képességeit, viszont 4-40 vidáman fog beszélni, de lesz egy nagyon szorongó, nagyon neurotikus gyerek, vagy megtalálod azt az iskolát, ahol ez is, az is van. Szóval ez egy baromi nehéz kérdés. De ez az első melyik. Nekünk mi volt? Hát nekünk mi volt ilyen teljesítmény? Nem. Hát otthon esetleg szóltak, hogy gyerekem, ez most már az 5. egyes, tehát egy kicsit kapd össze magad. Na jó, csak ha most hozzáteszed, hogy olyan felvétel, hogy ha két nyelven beszélsz, kell a pluszpont, hogyha nem szólalsz meg angolul, már esélyed nincsen. Azért a mi időnkben még volt esélyed, ha nem szólaltál meg angolul. Mostani generációnak tulajdonképpen már nem csak az, hogy angolul, hanem a kérdés az, hogy oké, angol közé fog, mire érettségizik. Mi még? Mit tudsz még, Ödönke? Igen, mit tudsz még mellé tenni? Franciát? Nem tudsz semmit? Segberugás az erígy innen. Nálunk tehát, hogy akkor nem volt esélyed. Azért nagyon nehéz. Nálunk nagyon akkor nehéz. Nem volt esélyed, ha beszéltél angolul, mert a felvételiztető tanár viszont nem beszült. Ő nem. Ő nem. De mondjuk a szüleink is elnézőbbek voltak. Őket se frusztrálta nagyon ez a dolog. Soha nem szidott meg apám azért, mert németből, Zográból vagy művészi tornából én rosszabb jegyet hoztam, mint a többiek. Érte. Én biztos, hogy... Zongor. Igen. Mondom, mi derül neki ennyi év után? Zongorából és pipacszedésből. Pipacszedésből nagyon, nagyon jó volt. Én biztos, hogy vagy mi biztos, hogy valami olyanba adjuk a Benit, ahol nem az van, hogy már az elsőben a gyerek leckével megy haza, és brutális követelmény. Tehát hiszem azt, hogy jobbak azok az iskolák egyébként, amik felmérik a gyerek képességeit, és hagyják olyan irányba menni. És hagyják azt kibontakoztatni, és nem törik bele a gyereket a jelenlegi oktatási rendszerbe, hogy már pedig te akkor is ezt tanulod, ha érdekel, hanem kiöljük a kreativitást, kiölünk minden alkotó képességet, minden probléma megoldó képességet a gyerekből, mert itt aztán lexikális tudás van, nem más, és megfeszül a gyerek, de annyit tanul a második világháborúról, tökre nem érdekel. Szerintem azt most már nem nagyon csinálja senki. Sok ilyen van még ilyen. Azért, ahol elsőben nagyon sok leckéjük van, nagyon sok a lexikális tudás, nagyon szétterheltek a gyerekek, nagyon sok ilyen. Aha. Persze. Tehát de valami alternatívan kell szerintem. Szervusztok, gyerekek, üdvözlök mindenkit, szállt a zsiskolába, ez az első órától, hogy komoly feladatok még nincsenek. Azt mondja meg neki valaki, tegye fel a kezét, hogy a sztálingrádi katlanban melyik német hadsereget zárták körbe, és mikor egészen senki? Pontosan. Senki? Hát hülye osztály ez? Senki nem ismerős az a név, hogy Paulus tábornok? Honnan jöttetek ti? Apád nem mondta.
Igen. Szóval, hogy nem kell már, basszus, mondjuk ki, nem kell ez a fajta lexikus, és ez nekünk kellett. Mit csinál ez a fajta generáció? Fogja a telefonját, közben ott van a Google, közben zenét hallgat. Tehát így teljesen másfajta tudásra van már szükségük, mint hogy lexikálisan beléjük verjük, vagy 600 féle dögunalmas, rosszul megírt, illetve pontosabban szépen megírt, de mai gyerekek számára teljesen élvezhetetlenül megírt jókai regényt elolvastassunk velük, mert bűnrossznak tartják, és soha nem olvassák el. Hányszor beszéltünk már arról, szegény jókai, hát forog a sírjába, de így van, olvassa 3 oldalt a jókaiból, nem akarsz tovább élni, és nem akarsz tovább olvasni. Mert még felnőttként is egyébként értelmezhetetlen. Te adod egy 10 éves gyereknek, az megutálja az olvasást, hiszem. De ha ezeket például átgyúrnák, modernizálnák, és úgy adnák a gyerek kezébe ugyanazt a jókait, ugyanazt a könyvet, hogy a gyerek szereti, vidáman olvas, az ő nyelvezetén van, ugyanazt ilyen kapja. Ilyen pilva keresem. Akár, de hogy lehozom az őszintén, nem az, hogy még mindig el kell olvasni a jókait, és ha nem olvasod el a kőszívű ember, mi a gyerek elolvas 6 oldalt, a büdös életben nem akar többet olvasni. Nem is érti, hát nem az ő nyelvük már. Nem az a lényeg, hogy olvasson, fontos az, hogy mit, de hogy fontos. Az a lényeg, hogy olvasson. Adjunk alternatívát, olvasson sokat, sokfélét. Nem jókait, majd ő eldönti, de hogy mi a szóval, na mindegy, nekem nagyon sok bajom van ezzel, de mondd meg neki, hogy figyelj. Már látom a jövőt. Nem ilyen, hogy? Az órákon. Benni, tessék megint. Apukám az megint a rohadt életben. Már megint engem hív. Ja, hogy hívnám, hogy hívnám. Na, nem. Gyerekek, akkor pedig beszélgessünk egy kicsit. Jó kamera. Talán Benni. Tedd le azt a telefonot, meg holnapának ne hívogasson. Nem, adnék, hogy olvasson, dehogy nem. Csak olyan könyveket adnék, amivel a gyereknek valójában kedve van olvasni, és nem kultúrsznopként még mindig azt mondom, hogy 18-19. Századi lehetetlen nyelven megírt, értelmezhetetlen regényeket olvasson, hanem olyat, hogy azt mondja, anya, ez tetszett, holnap is akarok olvasni. Hát olvasson ma bele a kőszívű ember fiaiba. A gyerek nem olvasni akar, mágián akarja elégetni magát. A könyvvel együtt egyébként. Ez egy baromi nehéz kérdés. Most egy kicsit ugye elkanyarodtunk ettől a felvételtől, az alternatív meg nem alternatív iskola a felé, ez tök jó, csak azt gondolom, hogy ugyanakkor az alternatív iskolában meg pont az elmarad, ami egy kicsit a mai kornak viszont követelménye, tudod? Jogos meglátás, hogy a Waldorfra mondják például, igen, hogy 8 évesen van, amikor még nem tudom, vagy 10 éves a gyerek nem tud írni, igen, és 12 éves azt mondják, hogy vegye meg egy kiló kenyeret, és a gyerek bemegy a cipőboltba, és hoz neked egy fél kiló cipőt. Tehát, hogy... Valahol a kettő között van, igen, a jó megoldás. Tehát, hogy ha meg nincs teljesítmény, akkor meg nem ebbe a világba neveled bele, ahol viszont teljesítménykényszer van, és igenis tanulja meg, és legyenek szabályok. Ez nem valami nehéz kérdés. Ez nehéz kérdés. Ugyanakkor meg azért persze, lehet, hogy amúgy a kőszívember fiai talán, vagy legalábbis jobban kellene megválasztani az időpontot, amikor elolvastatják a gyerekkel, de szerintem meg ezek a dolgok, a jókai, vagy éppenséggel az ország három része szakadása, ugyanúgy hozzátartozik a tanulmányokhoz, és ugyanúgy fontos, mert hogy nekem például mondjuk az identitástudatom miatt nagyon fontos volt, igenis, és fontosnak tartom most is, hogy tudjuk, hogy kik voltak ezek az írók, nem azt mondom, mik voltak ezek az események, persze. Mikor voltak ezek az események, én nem azt mondom, mit hogy okoztak, ki a minek a következményei persze. Voltak azért. Tudja ki a mixet, tudja ki a jókai, ezeket tudja, mert tudni kell neki, nem ezt mondom, csak azt mondom, hogy a világ ennél már sokkal jobban előrébb van, kitágult, és sokkal szerethetőbb dolgokat is olvas a gyerek, és nem biztos, hogy buta lesz, hogy ő nem olvassa el, de jó, ezeket... Panna a bableves miatt már tudja, hogy ki ez a jókai, tehát, hogy már előnyel. Na hát az meg, igen, csak keresi a galuskát a könyvet, nem érti, hogy hol a csülő? Hol a recept? Jókai, de hol a recept? Na jó van, de ez igen, kicsit itt komolykodtunk, de ez egy érdekes dolog. Hát rukkoljunk neki, hánykor írja? Délután, egy után megy ő. Holnap beszámol. A fülbe. Mikroport a gyerekem. Mondjad apádnak, itt vagyok. Mi a kettős feladat? Milyen szavak? Mennyit gyerek, kell visszamondani? Gyerek bedrótozva, tudod, kábelekkel. És sose felejtsd el, Feri, hogyha esetleg nem jön össze a gyereknek, azt a gyereket ketten nevelitek. Van ki a fog. Hát szerinted, hogy megyek a mai napra? Mikor tudjátok meg az eredményt? Nem tudom, hogy ma megtudjuk-e, vagy aztán ilyen kiírás van. Az majd kiderül. Aha. Majd a kiírása kellemetlen. Felvették. Rákóczi Panna. Tudod, igen. Majd szeptember 1-én, amikor az osztály népsorát így végigolvassák. Nem ide járunk. Nincs a gyerek. Az kemény. Na jó, van. 8:30 volt pontosan 4 perccel. 3-as ugrásra lehet jelentkezni. Mi pedig jövünk Ákos hírei után. No trouble, I'm all about that bass,
no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:49 múlt, pontosan 1 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. A Margit hídon Buda felé egy mi autónk át akart menni egy 3,5 tonnás teherautó hátán. Nem sikerült, motoros rendőrök kint vannak, és óriási a dugó, ezt Miki küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy van még friss közlekedési hír. 6-os úton készülnek fotózni a 42-es kilométernél, valamint a Szilágyi Erzsébet fasoron is lassú haladás, mert ott is hatalmas dugó van. Az 51-esen Dömsőd belterületén busz kontra kamion, mindenki vigyázzon, az M5-ös 27-es kilométerénél Szeged felé korlátot fogott egy autó, Munyárok már a helyszínen. Ede, köszönjük szépen. Dabas-Molkutnál van egy trafi, ezt Emese küldte nekünk, és Petőfi hídon. A Petőfi hídon két autó törte össze magát Pest irányában, szép hosszú a sor, ott is hatalmas dugó van. Már csak az Almára emlékszem. Hát az nem rossz, ha egy megmaradt. Körtem volt, de minden. A, igen? Igen. Na játszunk, itt van a játékosunk, hármasugrás, játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ja. Hello, szia! Sziasztok! Szia! Halló! Sziasztok! Hello, Zoli, jó reggelt! Sziasztok! Igen? Honnan hívtál minket, Zoli? Kecskemétről, de hát azt tudjátok meg. Oda van írva. Halljuk a hangodon. A hangod alapján azonnal kiderült számunkra, hogy kecskeméti vagy. Mivel foglalkozom? Szakács vagyok, egy levesbáron. Kecskemét egyetlen levesbárját igazgatjuk itt, és annak főzök. Ja, tehát én vagyok az egyik tulajdonos, és ebben is dolgozunk. Az menő. Feleségemmel. Akkor mit mondtok annak, aki másodikat akar enni? Hát, egy kanal az a sűrűjét. Van egy csomó mindenünk. Ja, azt hittem, hogy ti csak leves. Ja, tehát nem, csak leves. Rengeteg ilyen. Hát ilyen, most ezek a divatosok, ezek a grillezett bagettek, meg pitéket, ilyen amerikai jellegű pitéket csinálunk. Na, ez jó. Jó, ismeritek ilyen vastag, amerikai pitek? Vastag töltelék, kevés tészta. Ó, ez van sós, meg édes kivitelben. Jól van. Na, adjuk az önreklámot, mert kicsit túltolod már ezt a dolgot. Ki segít neked, vagy kivel vagy? Hát az a helyzet, hogy egyedül vagyok, mert itt a kollégina itt nagyon dolgozik, a feleségem fodrásznál van. Úgyhogy most kénytelen vagyok egyedül helytállni, ezt megpróbálni. Magától ment, vagy már te küldted? Micsoda? Fodrászhoz. Nem, ugye... magától megy. Magától elment, hogy szép legyen. Magától, igen. Lesz valami esemény, szüli nap, mentek valahova, vagy csak úgy elment fodrászhoz? De hogy is nekem akar tetszeni csak. Na, hát ez nagyon, ez egy nagyon. Nagyon szép dolog. Milyenek a kérdések, Jani? Nehezek. Tényleg? Bekeményítettél kicsit? Hát szerintem még a második már megfogja az embert. Na, így szól az első kérdés nyakbaakasztóért. Hogy nevezik idegen szóval a tárgyi eszközök értékcsökkenését? Amortizáció. Így van. Hát ezt egy vállalkozónak tudnia kell. Kénytelen vagyok. Így szól a második kérdés. Hát meg se kérdeztétek, hogy akarom-e. És akkor mit mondasz? Jó, akarom, persze. Jaj, a kutyafádat, de mókás vagy. De előtte néhány szó az árainkról. A betyárját. Hát. Igen, igen. A 20. század melyik évtizedében állt szolgálatba a Concorde szuperszónikus utasszállító repülőgép? Concorde. Ja. Hallom, hogy az 80-as évek. 80-as évek. Wow. A begyárja. 76-70-es évek. Képzeld el, már akkor volt. Hát, Igen? Várunk, mi nagyon szívesen várunk. Hát nem, csak ugye már 79-80... Az a századnál van, amire gondolsz. Századnál, szóval igen. Jó, igen, tehát az 1456, az ugye a 15. század, de a 80-as évek az nem az 1976, hanem az 1981-2-3-4. Tehát sokszor keverik. Hogy ami a századnál plusz egy, az ugye az évek. Én a 70-es években születtem, nagyon szomorú lennék, hogyha ez azt jelenteni, hogy valamikor 1960 akárhányban. Igen. Tehát ugye a kérdés úgy szólt, hogy melyik évtizedében állt szolgáltában a 20. századnak, és ez ugye a 70-es évek, 1976. Hát jó, de azt a 80-as években már nem állt. De mikor állt szolgálatba? Mikor állt?
Aha. Hűha, nagy a baj. Mikor álltál szolgálatba ma reggel? Reggel 8 órakor álltam szolgálatba. Igaz, hogy most 9 órakor... Így már világos. Aha. Jó, örülök, hogy a példa az célba talált. Köszi a játékon. Köszönöm. Ciao. Szia. Hát akarta az ajándékot. Na. Uh-huh. Ah, kevés volt. Nagy bizony, volt. Bizony. Hát egy szövegértése volt egy pici probléma. Só lett? Miért mást akartál? Nem, só lett az egy étel. Ja? Igen. Hát, abszolút. Na, gyerekek, szeretik a perecet? Igen, sósat, jó ropogósat. A hírek után hoztam nektek valamit, illetve már most hoztam nektek valamit, de a hírek után adom majd oda kipróbálásra. Mert hogy egy nagyon érdekes kis kütyüt vehetnek meg a fiatalok. A nevét nem mondom, viszont ugye azt tudjuk, hogy hát ugye minden tinédzser lány szeretné, vagy hát nem minden tinédzser lány, de sok tinédzser lány szépnek tartja, bármilyen fura és bármennyire is sajnos, azt a dolgot, amikor ugye fölfújják a magyar celebek, külföldi celebek a szájukat. De úgynevezett kacsaszáj. Kacsaszáj, ami egyébként baromi ronda, és bárki, aki csinálja, tényleg le kéne róla beszélni, hogy ez nem jön be a férfiaknak. Tehát ha valakinek szép mestet, szép természetes vastag ajkai vannak, az jó. Amikor tényleg valaki úgy néz ki, hogy megcsípte a darázs, és allergiás rá, és bedagadta a felső ajka, az nem szép. De csinálják ezt magyar celebek is, ugye? Hogy hát felfújatják sokan. Kihoztak egy kütyüt, ami arról szól, hogy meg tudod csinálni magadnak ezt bulikban, vagyis vákumot okozol, mint amikor köpölyözöl például, és felfújatod a saját szádat. És nem kell menni sebészhez. És gondoltam, fújatok egyet. Na, igen? De hogy mit csinálunk? Na, 9 után. Na, de mit csinálunk? De jó hangzik. Ha nagyon jól sikerül, akkor én az ellenkezőjét kérem. Na, de hagyjuk, mit csinálok 10 óra után. Nézzük, mi lesz a téma 9 óra után. Szóval elhoztam ezt a kis kütyüt. Rendeltem egyet, na. A vendégeim vagytok egy fújatásra. Jó, hát és de a tieddel fújatunk, vagy nekünk lesz önálló fújónk? Hát több van, tehát hoztam nektek is, van önálló fújótok. Megnézhetjük, hogy valójában működik-e, mert hogy nem kell tényleg elmenni szilikont etetni a szádba, egyszerűen csak vákumot okozol, és pici, szép, helyes, csőrű, csücsöri kis szád lesz. Te jó. És ez fáj? Nem kellemes egyébként, nem kellemes. De sikerült volt a hétvégén vele. Tegnap már úgy mentem a kommunikációs főiskolára, hogy ezt a kocsiban megcsináltam. Egészen érdekes kérdéseket. És meddig maradsz így? Hát ez attól függ, hogy mennyi ideig csinálod. Nem tudom, hogy ez most rendesen működik, vagy nem. Én egyszer ezt otthon kipróbáltam, hosszú ideig ezért nem álltam a tükörről, de nézzük meg, hogy valójában működik-e. Hát kérdés, hogy mennyi vért pumpál a szádba, vagy mennyire húzza meg, nem tudom. Uh-huh. Minden esetre nem kell már szilikont etetni a szádba. Tök jó. Csak a szánkra jó? Mire gondolsz? Még szemöldök, orr? Igaz, igen, hogy a sapka belefér erre? Hogy kupak? Hogy belefér a kupak? Hát nézd, csak ott hogy okozol vákumot, ugye? Nekem kérlek egy kupak tanácsot. Hogy okozol vákumot? Ott már azért kell egy kis segítség. Igen. Aki ugye beszívja, mert a köpölyözésnél is ugye vákumot kell okozni. Meg hát nagyon nehéz abbajni. Felteszünk egy előtte-utána képet a Facebookra, a hallgatók eldöntik majd, hogy működött-e. Jó, hogy kinek lett csücsöri szájam. Valami gyerekek, újra összeáll a Shy Guys. Hey! Ez az, de király! Hello. Megpróbáljuk őket felhívni, a legfontosabb kérdés, hogy minek. De ha ezt feltettük, akkor megpróbáljuk azt is megkérdezni, hogy miért. És hát kérdezzük. Aztán hogy... még egyszer ugyanezeket a kérdéseket feltesszük, mert nyilván nem fogjuk elhinni a választ. Mi nagyon kedveljük őket, kicsit tényleg, hát... Szóval érdekel bennünket, hogy miért áll újra össze a Shy Guys, mögöttük van-e Kozsó, és hol lépnek fel először, mi történik, jönnek-e új dalok, vagy csak a régieket remixelik. Ő volt az első Kozsó csapat, volt a Shy Guys? A Shy Guys volt az első Kozsó csapat, illetve a Bestiák volt, mint lánycsapat, és aztán mint fiú csapat a Shy Guys, igen. Ez öröm vagy tragédia? Hát ki, hogy éljünk meg. Ezt fogjuk a magyar popzenére. Én nagyon kedvelem őket, egyébként nagyon jó indulatú srácok, meg egy-kettő jól is énekel, úgyhogy ennek is utána járunk, megpróbáljuk kitalálni, hogy világ. Olyan a hír, mint hogyha azt olvasnák valahogy újra Pol Pot rezsim Kambodzsában. Annál azért a dolog egy kicsit vidámabb. 5 percen pontosan 9 óra, ezen témákkal folytatjuk. Ákos, hírei után. Uptown funk you up, uptown funk you up. És most, hölgyeim és uraim,
Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 11 perccel, szép reggelt kívánom mindenkinek. Hello Feri, hello Jani! Hello! Drága hallgatók, itt vagyunk, az utolsó egy órába belevágunk. És hát nagyon sok játék megfejtés jön, ugye vannak blokkos játékaink, de közben azért természetesen figyelünk arra is, aki közlekedési hírt küld nekünk. Újra az M3-as 103-as kilométerénél oda-vissza mérnek, plusz három elfogó autó áll készenlétben. Ezt Tilla küldte nekünk. Erzsébet fasor szinte áll, mint a Lufthansa dolgozói. Üzente nekünk István, M3-as 204-es kilométer Nyíregyháza felé, a felüljáróra most állt fel a közeg, 80-as táblát kéretik betartatni, vagy betartani, Vitya üzeni, és az Ondvezér útjánál gázolás történt. Hát igen, ez szörnyű. És nagy a dugó, ott is vigyázom. Mindenki, Dabas-Molkútnál nincs trafi, csak igazoltatnak, köszönjük Emese, írta Bandika, aki figyelmes. Finom, itt a hallgatók egymást helyre teszik. Igen, nagyon szépen. Igen. Köszönjük Emese ponttal. Bandika, aki figyelmes, tette helyre Emesét. És az utolsó, az M0-ás Nagy Duna hídon befelé, kamion kontra teherautó, nem sikerült a sávváltás, két sávot elfoglalnak, ezt Breki küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, egy érdekes terméket tesztelünk, hát igazából nem mondható ez terméknek, de teszteljük, mert hogy ugye a fiataloknál nagyon megy az ajakdúsítás. És szeretném mindenkit lebeszélni arról, hogy az ajkát esetleg plasztikai műtét által tegye egy kicsit dúsabbá, teltebbé. Ne tegyen bele szilikont, nincs rá szükség, ronda lesz az esetek nagy többségében. Nem jön be a férfiaknak, ha ilyen kacsa szájad van, tényleg, mint allergiás lenne. Nem szép, ugye? Tehát ha Angelina Jolie szád van is természetesen ilyen, akkor oké, okay, de ha valaki fölfújja a pengevékony száját, baromi ronda, magyar csajoknál is van ilyen, tényleg mint nem szép. Kifordult volna, igen, az ajkad, ugye? Így a, igen, felső rész, maga az ív, az ilyen furján kiáll, tehát abszolút. Nehéz megfejteni, hogy ez nekik hogy jön be, vagy amikor belenéznek ők a tükörbe, akkor miért gondolják azt, hogy ez szép, meg jól sikerült? Nem tudom, valószínűleg torz önkép. Viszont most van egy termék, mindegy is, hogy mi a neve, ami azt ígéri, hogy megveszed ezt a kis kupakszerű készítményt, benyálazod az ajkaidat, vákumot csinálsz, és úgy nézel ki a buliba, mint Miss Ruffy. Már úgy értem, az ajkaid alapján, ugye Miss Ruffynek nagyon csókos szája. Brutálisan csókos szája volt, ugye, a Muppet Showból. Miss Ruffy, hát hihetetlen. Picit zavaró volt, hogy mind a két orluka szembenézett veled, de beleképzeltél te oda. A gyengény voltak mindig a szőkék. Igen. És a termék ezt ígéri. Na most közben kapom az SMS-eket. Én a ismerősem azt írja, az egyik drága sminkes az RTL-ből, hogy hello Balázs, mindegy, ki vagyok, nem akarom mondani, hát nem akarja, tudjátok, mindig írte, óvatosan a szájpumpás cuccal egy külföldi oldal szerint komoly bevérzéseket okozhat. Oh, ha túlszívod. Na. Jó, és ki tudja, hogy meddig kell szívni? Te kezded. Igen, te leszel az első példa. Hogy meddig kell szívni? Ugye, nagyon fontos, hogy hidratálnod kell az ajkaidat, tehát, aha, finoman megnyálazni, azt írja ez a termék. Csináljunk előtte-utána képet, jó? Nekem már van előtte képem. Nekem is. Nekem, mindenkinek megvan az előtte kép. Jó, mindenkinek megvan az előtte kép. Fel kell tenned ezt a kis piros kis kupakot az ajkaidra, ügyelve arra, hogy az egész szádat lefedje, ezután szívd ki az összes levegőt belőle vákumot képezve. Növeld a vákumot, ameddig kényelmes, és hagyd az ajkaidon pár másodpercig. Igazítsd el az ajkaidon, hogy kényelmes legyen, írja a használati utasítás. A vákumot az ujjaiddal megszüntetheted, maximum 30 másodpercig használd. Ha folyik a vér az ajkaid, akkor nem leszel népszerű a buliban. Ha úgy maradtál, bocs. Viki, azt milyen célzásnak vegyem, hogy mind a János, mind a Balázs nevű kollégám egy-egy gyönyörű, piros sejemzacskóba csomagolt szerkezetet kapott, ami láthatólag gyári és rendel. Én meg egy rohadt pálinkás poharat. Mi a probléma? Nem. Elmondom, miért gondoltam a pálinkás poharra. Hogy ezzel is meg lehet-e csinálni? A teszt lényege tulajdonképpen annyi, hogy ugye megveszed ezt a terméket baromi drágán, és csókos szájat csinálsz magadnak, de hát tudjuk,
hogy volt a régi népi gyógyászatban a köpőzés. Ami arról szólt, hogy lánggal te vákumot csináltál a pohárban, kiszívta a láng a levegőt, rátetted a bőrfelületre, és ugye húztad a testen némi kis sikosító anyaggal, mondjuk hidratáló krémmel, és ugye az izmokat húzza le a csontról, vagy az inakat, hát nem tudom pontosan, és ezzel ugye hát nagyon jó hátmasszást lehet csinálni. Kicsit radikális módszer, de a köpőzés. És közben csitítottad a kezeltet. És közben halkabban, halkabban már! Igen, tényleg jó egyébként, ezt sokan használják, akik hisznek ezekben. A teszt lényege annyi lenne, hogy meg lehet-e ugyanezt csinálni egyébként egy pálinkás pohárral, jó, vagy meg kell ehhez vennünk ezt a kis terméket, amik nem is annyira olcsó, és ezzel jobb ajkakat, vagy vastagabb ajkakat lehet csinálni. Elég felérek a pálinkás pohár, nem hogy kicsi? Ne, nem kell korsó, nem kell egy János, nem, sörös korsó. Sokkal jobban zavarja, hogy nincs benne semmi. Igen. Tudod, tehát ennek... Mert az megihatnánk. Kimoshattuk volna, mert ebben azért van egy kis ez az. Üres pálinkás porrat a Feri ritkán lát azért. Tehát nem is tudja hova tenni, értelmezi, nem tudja olyan... Mint... Hát funkciótlan, valljuk meg. Hát minek áll a polcon üresen, nem? Igen. Na, gyerekek! Nem kell félni a bevérzéstől. Gyere utána. Nekem 10-kor van egy interjúm, ahol fotós is jön, tehát nem feltétlen fogok jól kinézni. Na! Jó, és akkor szívom. Tehát rád... De na, nagyon fontos, nedvesítettem. Nagyon fontos, hogy ne a szád körétet, hanem az alsó-főső ajkadra pontosan, tehát így, amikor kicsit ilyen katasztalak, nem szív. 30 fokon. 30. Na, várj, nézem az órát. Óra in szív. Na, leszek. Ja. Na, akkor nem is maradt fönn. Azon a szájon én sem maradnék, ne haragudj. Igen, arról a szájról én is leugranék. Na, mi van? Ez nekem nem megy. Nekem leesik. Jó, ezt csak így neked dobtam. Basszus, egyébként alakulsz. Igen? Alakulsz. 30. Tényleg ennyire bénák vagyunk? Ez a hallgatónak nagyon izgalmas most. Szerintem most vagyunk a tető. Most elértük a csúcsot. Egy perce megy, csak szólok. Na mutassátok! Jézusom, hogy nézel ki? Megnőtt. Geronadzó. Megnőtt? Az alsó. 3000 ér elintézem a felvételét. Ennyimé? Ennyimé! 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 Ne parasz! Ennyimé! 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 Kiszívta a vákum a szár piedét. Nagyon kiszívta. Na? Nem tudom. Hát Feri, neked ez nem. Nem nőtt? Neked nem. Neked nem. Én még nem tettem fel rendesen. A kolbászsírtól nem látszik. A kosztól még lehetnek allergiás rohamai, de nem. Ez túl nagy a szája az én poharamnak, az a baj. Ismerve a kapacitásomat, decis poharat adott a Viki. Hoppá. Egészségedre. Ez alulról jött. Jó, azt mondtad, hogy fél percig be fog vérezni, csak ma... Egy embertelen a nyálcsepp így. Megnőtt? Hát a nem. A torkos csütörtökön elvinnél a Méta utcába? Nem. 30%-os kedvezménnyel? Nem, de azt nem csak amiatt, nem. A szád miatt. Nem. Gyerekek, hát ez egy hülyeség. De most ne kezdjélek itt kicsücsöríteni. Semmi? De konkrétan vérzik az alsó ajkam. Semmi? Gyűl. Ne fordítsd ki a szádat. Nem. De? Hát de előre hogy fordítom? Jó, gyerekek, komolyan beszéljük le erről a tinédzsereket. Akkor már inkább a szájtöltetés, abból legalább vállalnak, arra vállalnak garancián. Na mutasd, tiédé, mutasd. Semmi. Semmi? Hát kicsit egy fél darázs megcsípett, és kicsit allergiás vagy. Semmi. Jó, gyerekek, ez nem, tehát ez nekünk nem megy. Nekem annyi, hogy a nyelvem viszont belilult. Tehát annyira fáj a nyelvem a vákumtól, hogy az belilult. Nekem két fogom meglazult. Ez nagyon jó. Ez egy őrült jó termék. De jó, hogy már nem vagyunk tínédzserek. Jó. Mennyi volt darabja? 3000? Jó, hát ez primitív. Nem, az a legjobb, hogy valaki megírta sok felkeltő jellel, hogy valami nem oké a hírekkel. Pont ide kapcsolatban is hallotta, hogy mi történik. No. Jó, de ilyen alapon tényleg tegyünk fel egy pumpát az arcunkra, ír egy hallgatót, kezdjük el húzókat. A plasztikai sebészek most fellélegeztek. Mégis van jövő. Nem szipkáztuk el.
Na mi van? Jó, hát ezt ne tedd ki. Semmit csináltuk rólam, hogy előtte utána képet, de olyan, mint a, az utána kép az olyan, mint a lebénult volna a fél arcom. Tehát konkrétan úgy nevetek, hogy ferdénál a szám, mert az egyiknél hatott a vákum, a másiknál viszont nem. Picit megferdült a szám, vagy elferdült. De így érzed, nem, hogy elzsibb. Semmi. Semmi? Semmi. Igen. Igen. Na jól van, oké, hát ezt kipróbáltuk, ebben nincs is nagyon több. Úgyhogy ez egy újabb fantasztikus termék, ami piacon van. Ajak nagyításra egyébként nagyon sokan javasolják. Fú, bakker. Balázséban még volt fél deci nyár. Becsorgod. Jézusom. Jó, hát jó, na, hát nem most... Hát azt mondta, nyálazza meg az ajkam. Atya, úristen. Hát igen, ez picit itt ki. Kicsepent. Jó van. Jó, ez zárjuk gyerekeket, ebben nincs több. Kipróbáltuk, ez egy baromság, nem? Idén nekünk legalábbis nem sikerült. Hát és már olyas közben volt olyan, hogy a partnerőd azt mondta, hogy bocs, Balázs, egy pillanat, és egy köpöcsészű. Ürített egyet. Megcsinálunk még, megpróbáljuk majd adáson kívül, vagy a hírek alatt egy előtte-utána képet, illetve az utána képet még megcsinálni, csak az, hogy fél percig mindenki csöndben van, ez nem annyira. Mi volt a beceneved? Levesbár? Micsoda, nekem alapból Angelina Jolie is a szám, nézd meg. Nézd meg a tarsolykon. Így azért mondjuk elfutna a Brad Pitt. Ha most azért lány lennél, nem akarnád megharapni? Dehogy nem. Így is meg akarom. Ugye? Na, gyerekek, összeáll a Shy Guys. Hát ez egy fantasztikus hír. Azt, amit király. Ugye? Hát itt tini lányok kezdtek el újra lútbörösek lenni, és... Akik már két gyerekes. Igen, ezt ahogy azok igen. A lányok, akik annó is. És innen jön a kérdés, hogy kinek szól? Azoknak a nőknek, akik azóta ugyanúgy, mint a Shy Guys többi tagja fellőtt, bár volt, akik a Shy Guys megalakulásán is már 43 éves volt, már én bandatag, de tehát azóta eltelt 20 év, úgyhogy valószínűleg őt már lehet, hogy ápolják, de hogy kinek szól a Shy Guys valójában? Hmm. Ugye lesz egy fesztivál, nem is őket akarjuk reklámozni, nyilván a nagy retro fesztivál, vagy a nagy retro hullámot akarják ők újra meglovagolni, ugye? Mm-hmm. Vagy egyszerűen csak Kozsót akarják szivatni? Á, nem, vagy vissza. Várjál csak, ugye menedzselte annak idején a Kozsó őket, és nagyon sok csúnya pletyka volt annak idején. Ezeket hogy, meg is kérdezzük. Hogy mi a bünti, mennyit kellett leadni. Hogy tudsz most visszavágni, ha újra alakulsz? Hát szerintem most már nem Kozsóval alakulnak, nem? Hát ez egy új Shy Guys. Hát itt már nem hiszem, hogy a Kozsó lenne a háttérben, és mindig levonna a 40 éves férfiaktól 5000 forintot, ha felvetted a plusz állatot a színpadról. Tehát azért ez picit fura lenne. Brandon, ne vedd fel azt a plusz állatot, megmondtam. Na, 53 éves vagyok, hadd vegyem már fel azt a plusz állatot. Tehát azért ez egy picit fura lenne. Hát megcsinálnak mindent, amit akkor nem csinálhatnak meg. Igen. Lehet, hogy erről szól a történet. Én nagyon szeretem ezt a retro hullámot. De ez egyébként tényleg jó. Tehát, hogy a Happy Gang, a TNT, a Shy Guys, a Cosmix, az UFO, most már ugye újra Zsoltival, ha minden igaz, mert hogy Zsolti közben kiült a börtönbe. Igen. Jól hangzik, azt már bocsánat, hogy rögök, de azért elég jó. Igen, hát Zsolti, hát mindenki tud róla, hogy Zsolti börtönbe volt, kijött. És valami egy retro hullám van, de hogy ez tulajdonképpen, hát mi is nagyon szeretjük itt a rádióban, hát ez a mi fiatalságunk a mi is, nem is az erős. Vagy inkább én nagyon szeretem a magyar retro hullámot, de mindig drukkolok nekik, hogy legyen sok koncert, menjenek, hát tök jó, egy bestiák, Shy Guys, Cosmix, UFO, estre elmenni, hát azért az jó. Nekem ez a legendás klip, ez a Hello, ez a, akit én nagyon beégett, amikor először láttam. De hogy így megszeretted, vagy annyira taszított? Nem tudtam értelmezni. Figyelj csak. Ez a dal neked szól. Micsoda szintet. Na, erről néztem körbe. Nekem. Én vagy. Na jó. Oké, felhívjuk Ács Bálintot. Mert ő hogy... Ő a Várjál. Ő Martin. Ő Martin. Igen? Ács nem Martin. Brandon? Nem, Ács Martin Ács Bálint. Bálint. Ács Martin, Brandon Bálint, persze. Nem, ő Martin. És megkérdezzük, hogy mi az oka annak, hogy összeáll a Shy Guys, és hát mikor láthatjuk őket. Itt is van már Bálint a vonalban. Jó reggelt kívánunk, Bálint! Hello, ciao! Jó reggelt, sziasztok, hello, hello! Szia! Mondd még egyszer, hogy hello, hello! Igen, csak ezt ugye megállítjuk. Bálint, hello, jó reggelt! Várjál, lelőlek, már nem úgy, hanem a dal. Annyira, hogy nem tudod megállítani őket. Na, újra Shy Guys, Bálint, tényleg? Így van. Egy évvel ezelőtt találkoztunk, és kitaláltuk, hogy jó lenne elkészíteni új dalokat. Ez 9 hónap komoly munkája volt, novemberben stúdióba vonultunk, és akkor volt egy szerencsés felkérés, mert azon gondolkoztunk, hogy mi legyen a visszatér, amikor egy fesztivál megkeresett minket, hogy mi lenne, ha fellépnénk. Imádkor amúgy is készen álltunk, úgyhogy belevágunk. Fehéringbe álltatok egy laborba. Hát igen, fehéringben, de azért az egy nagyon-nagyon régi történet, és azt gondolom, hogy az újdonság között is nagyon sok érdekes lesz. Na de nem volt, hogy nem fogják követelni a Hellót. Biztos, hogy fogják követelni, biztos, de én nem feltétlen a retro hullám miatt álltunk össze,
Természetesen azt is fogjuk játszani mindenhol, de alapvetően szeretnénk új dalokat is készíteni, ami már azt tükrözi, ami a mai korszakban és JD-t hol sikerült megtalálni, egy idősek otthonában? Mert humorizálok nyilván, de ő már akkor 43 éves volt, amikor ti először voltatok, nem? Tehát az ő koráról kellett a legnagyobbat kamuzni, nem? Hát ő mindenki 20 évesnek mondta magát, JD már akkor 38 volt. Már tüzes vízben 32 csak picivel volt idősebb már. Alapvetően azt mondom, hogy ma már arról szól a dolog, hogy olyat szeretnénk mutatni vagy mondani, amik ma vagyunk, és elsősorban én azt látom, hogy van is mit megénekelni, csomó dolog új az életünkben is, a saját életünkben is, többen már apukák a csapatból. Az viszont még nem hangzott el, hogy nem a teljes zenekar áll össze, mert Zek és Brandon... Nekik még nem járt le a kozsos szerződés. Ők nekik még moratóriumok van, és ők 30 évig nem mehetnek sehova. Nem, alapvetően már régen lejárt a szerződés, sőt, utána mi 2 évig önállóan dolgoztunk. Alapvetően Brandonnak van egy óvodás, egy bölcsödés, egy általános iskoláskorú gyereke, úgyhogy ezzel azt hiszem mindent elmondtam, ez egész embert kíván. Jancsi pedig azt gondolta, hogy ő Jancsi? Azért ne leplezzétek mindenki, tehát azért ne Jancsizzunk, zekkezzünk. Tehát Jancsi, jó. Hát oda az illúzió, Jancsi, János. Ez pedig üzletember indi volt, tehát szeretné folytatni. Nagyon ügyes abban, amit csinál, jelenleg egy zenekart menedzsel, azon kívül is vannak üzleti érdekeltsége, és ő az is egész embert kíván. Így Attila és Levente én folytatnánk, elkészült az első dalunk, miért nem maradsz mellettem címmel, amit átadunk. A név az egyébként a tiétek, vagy a név az a Kozsóé? A név a tiétek. Amilyenk le is mondott róla a szerződésben. Lemondott, vagy lemondattátok? Nem, ugye mi voltunk egy nagy kiadónál, ami már kivonult Magyarországról, és akkor, amikor mi nem tudtuk volna... Nem, a gazdasági világban. Utána pedig mi átmentünk egy másik, még létező nagy kiadóhoz, aki teljes mértékben felbontott ezt a szerződést, jogilag teljesen tisztán. Mi ott dolgoztunk 2 évet, nagyon nagy segítségük volt abban, hogy mi nyugodtan tudjunk dolgozni, tényleg nagyon hittek bennünk, úgyhogy utána 2 nagyon komoly és sikeres év volt, de azt gondolom, hogy mint fiúcsapat már nem szeretnénk mit tündökölni, mi önálló gondolatokkal akarunk színpadra. Na, de hát azért a nevet csak értem, a promódumát, meg persze hagyjuk is, hogy mondd egy ideig, de hogy azért a Shy Guys név csak megmaradt, tehát hogy azért nagyon új, nagyon más, nem azok, mint régen, de az úgy jöttek ki, hogy Shy Guys, tehát hogy ez nyilván a retro hullámra ül fel. Tessék? Akkor, ha valaha valaki félénk volt, az nem lesz bátrabb gyorsabban. Már pedig Julian félénk volt. Julian azóta is nagyon, nagyon fél egyébként, igen. Figyelj, és egy-két legendás története csak a régi időkből nyilván, hát mindenkit ez érdekel bennünket is, hogy igazak-e azok a legendák, amiket veletek kapcsolatban, akkor én még a Z Pluszban, mint műsorvezető hallottam, hogy például, ha ti felvetetek egy plüssállatot a színpadon, akkor Kozsó azért levont tőletek fejenként 5000 forintot. Tehát a rajongók által feldobált plüssállatot a színpadra, ti nem vehettétek föl, és még voltak ehhez hasonló kritériumok a szerződésben, ez igaz? Nézd, alapvetően annak idején, amikor mi ebbe belementünk ebbe a szerződésbe, tökéletesen tudtuk, hogy nagyon sok mindent kíván meg tőlünk, nagyon sok lemondás, de mi ezt vállaltuk. Aztán később, amikor szerettünk volna másképp dolgozni, akkor ezt felbontottuk. Én úgy gondolom, hogy ennyi év távlatából nem tűnik olyan komolynak maga a szerződés, és mi soha nem is akartuk... Na, csak mondj egy-két konkrétumot tényleg, mert majd ezt ködösítünk, de például ez igaz, akkor rákérdezek, így volt ilyen, hogy nem vehettetek föl plüssállatot a színpadon, mert Kozsó ott állt, és nagyon mérgesen ez, hogy mindenkitől levont, ez például igaz volt? Hát volt egy szerződésünk, amit be kellett tartani. Az, hogy ez része volt, én azt gondolom, hogy ez már fedje a homálya múlté. Igen, tehát a plüssmaci az a titkos záradék volt a szerződésben? Vagy ez, nem. Alapvetően volt egy olyan szerződési pont, amiben az volt megírva, hogy azt, hogy hogyan és mit tegyünk, azt ők határozzák meg, de itt nem csak egyedül a mester volt, hanem volt mögött egy hatalmas kiadó, egy rengeteg ember, aki dolgozott rajta, hát, tehát nem egy emberhez köthető a dolog, és volt ott még egy nagyon nagy zenei szakember, aki közben, ugye annál a bizonyos kivonult kiadónál most már magyar néven fut tovább, akinek egy pluszban szintén nagyon hálásak vagyunk, hiszen ő több nagy nevet nevelt ki, és ő állt Mit szól Kozsó, hogy újra összeálltok? Beszéltetek vele, hogy mondtátok neki? Hát elhagyta az országot. Nem. Jaj, már nem is kell, nyilván nem is mondtátok neki, vagy már nincs ilyen munkakapcsolat. Na de egy puszi jegyet csak küldötök neki az első koncertre, vagy valami? Hát nem, mi jobbulást kívánunk neki, mi bennünk semmi harag nincs, bár a bulvár média ezt gerjesztette pár nappal ezelőtt. Mi abszolút azt szeretnénk, hogy felgyógyuljon, mert
biztos, hogy nagyon sok ember szereti, és nagyon sok ember szeretné hallani újra a színpadon. Hát hogy nem? Mi abszolút nem mondtunk rá rosszat, sőt kívántunk neki jobbulást, csak sajnos ehelyett mást írtak. Meg ha egy helyett jobbulást kívántok neki, az nem bevételkiesés, ugye? Mindig visszatérünk ez a borzasztó pénzhez. Én azt gondolom, hogy... Hát nem is azért csinálják. Tudjuk, csak a szeretet meg a szakma. Tehát, hogy azért, igen. Az önkifejezés. Nem, mert nekünk megvan a saját életünk. Én például egyik kereskedelmi televízióra gyártok tévéműsorokat. Attilának is és Leventének is megvan a saját bevételi forrása. Mi most pont azért álltunk össze, mert van mondani valunk, és születek retteltesen jó dalok. Nem feltétlenül fogunk minden héten mindenhol koncertezni. Ennek ellenére viszont elindult a közösségi médiában egy oldalunk, aminek hihetetlenül gyorsan összejött az a része, hogy már a meghívások is adtak. Igaz-e, hogy valójában tényleg tini lányok áldogáltak hajnalban a Shy Guys fiúk lakásai előtt, megérkeztetek a turnébuszon, és sikoltozó lányok vártak akár éjszakákat is, hogy találkozzanak veletek régen, ez igaz? Igaz. Nagyon leleményesek voltak, nagyon gyorsan kinyomozták a címet, és tényleg többször volt az, hogy otthon is menekülni ki kellett. Ki volt a csapatban, aki udvariasan visszautasította őket, és ki az, aki a turnébuszba hajtotta a lányokat? ki volt a legsikeresebb, azt tudjuk, hogy Julien nagyon félénk volt, nyilván ezzel vissza is éltetek, te hagyjad csak. Hagyjad Julien, intézem. Mondta akkor már 43 éves Brandon, de tényleg ki volt a legnagyobb csajozógép, aki azt mondta, hogy hagyj Julien, dobd ide nekem, majd én intézem. Nagyon szerettünk ismerkedni mindannyian, de nem voltunk. De Jancsi ismerkedni, de Jancsi nagyon jó volt. Nem, tényleg, csak hát nyilván meg volt a legnagyobb csajozógép, nem? Ő ki volt? Hát igazából Levente volt az, aki nagyon szerette, hogyha... Jay-Z? Így van. JD, bocsánat. Jól megtalálta a hangot a rajongókkal, ő beszélgetett velük a legtöbbet. Alapjában... Még ti levartátok. Igen. Tetszik, hogy így fogalmazott, ő beszélgetett velük a legtöbbet. Kozsó lepattanózott? Tényleg, ment oda a manager, hogy hagyjátok a papára? A mester, nem volt ilyen? Ő akkor is egy aktív énekes volt, tehát nagyon ritkán volt az, hogy mi egy helyen tudtunk fellépni, úgyhogy ő mindig máshol volt az ország másik pontján. Ez nem tudom, hogy alakult így, de alapvetően ugye abban az időben 3-4 nagy műsoriroda volt, akik szerdán küldtek egy faxot, hogy ide és ide kell menni. Az egy más korszak volt, teljesen más volt a rajongás is, ugye akkor nem volt minden pillanatban új hír a médiában, tehát nagyon nagy dolog volt, ha valaki eljutott vidékre, és ott tudott találkozni azzal, akit előtte mondjuk egy héttel egyszer látott a tévében. Akkor az azért még tényleg egy más korszak volt. Hát hogy ne? Hát akkor az a nagy diszkókorszak, ugye az élőzene idézőjeles, ideiglenes halála, és a nagy diszkókorszak, ugye a diszkózenekarokkal, hát akkor ez nagyon ment, és akkor az élőzenészek voltak háttérbe szorítva, nem is ment akkor, mindenki örjöngött a diszkókorszakra. Iszonyat mennyiség fellépésetek volt? Mi volt a rekord tényleg? Tehát egy nap, amikor 6-ot, 8-at, 10-et lehetett csinálni, neked mi volt a csúcs? 98. augusztus 20-ai hétvégén, amikor úgy volt, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, de mi csütörtök este indultunk neki, és vasárnap este érkeztünk haza, akkor 28 koncert volt. Atya úristen, kellett hipózni rendesen a fehér ingeket, mi? Igen. Ha volt több váltás. Még Kozsó hétfőn bement a Maserati szalomba. Ah, igen. Ti akkor fixben voltatok egyébként? Martinnal vagy? Jöttem. Bálintan? Nem, Aston Martin. Fixben voltatok? Mert azért ugye, nyilván nagyon sok anyagi veszekedés is volt már a végén, ugye még interjúztam is veletek, amilyen azért erről is beszéltünk Kozsóval is, vagy ti fellépések után kaptatok, vagy havi fixet adott a Kozsó, és a többit az ő irodája tette el, ez hogy volt? Nem, alapvetően akkor mi egy fix gázsira írtunk alá. Fixben voltatok, és akkor igen, ezt már akkor elmondtátok egyébként egy interjúban. Így van. Igen, szép idők voltak azért azok, nem? Nagyon, nagyon szép idők voltak. Mondom, az a nehéz ezt elmagyarázni, mert akkor az egészet megélni, alig volt zenekar, tehát nem voltunk sokan a piacon, ettől sokkal nagyobb keretje is volt a dolognak, tényleg nagyobb volt a szűrő, nem adhatott ki lemezt akárki, és hát azt gondolom, maga az egész közönség hozzáállása is teljesen más volt, sokkal jobban és nagyobb hévvel tudtak koncerten is ugrálni, sokkal nagyobb felszabadító érzés volt nekik egy koncert, mint most, amikor koncert hátán van egyik műfáz mellett a másik falunap, és akkor gyakorlatilag töménytelen mennyiség. Hát futószalagon, igen, jönnek a zenei tehetségkutatóból kiesettek, nyertesek, zenekarok, persze, más világ. Meg hát nyilván állatok is egy álom vált ezzel valóra, hogy színpadra állhattatok, nem biztos, hogy a pénz volt a legfontosabb, nyilván Levi is óriási érzésként élte meg. Hogy... Így van.
Abszolút, mi vállaltuk nagyon, és előtte is mindenki ugye a szakmából volt, mert hiszen csak úgy lehetett bekerülni, hiszen több tíz évig, mielőtt a gyerekkorunkban elkezdtük ezt a szakmát. Hát igen, J.D. Ródolt még annak idején a Metroklubban az Illésnek is. Hát... az információt nem tudom megerősíteni. Igen. Alapvetően maga az egész elindulás is egy csoda érzés volt, és főleg azután, miután ez az imént halott dal kijött 98. március 8-án jelent meg a nagylemez, gyakorlatilag májusra már a ti rádiótok elődjének a roadshowján a Julient leszették a színpadról, és 12 biztonsági érnek kellett visszahozni. Nem, tehát csak a kereszthúzat rántottak. Nem lehet, hogy valaki Julient a hóna alá csapta, és el akarta vinni haza, vagy? Így van. Rájött, hogy mit tartalmaz a szerződés, és megpróbált menekülni, és 12 testőr a Kozsóba visszahozatta, hogy Julien most már nem visz sehova. Hát igen. Akkor és lesz album is? Szeretnénk, bár mondjuk ennek nincs akkora jelentősége, de mondom, elkészült egy új dal. Címe Miért nem maradsz mellettem? Ebben szeretnénk végül is a régi zeneszeretőknek, rajongóknak üzenni, hiszen azért majdnem 100 000 lemezt adtunk el, és azért ezek ma már nagyon nagy számok. Azt gondolom, hogy van mit visszahozni, nagyon sok munka lesz, nem gondoljuk, hogy rögtön eljutunk mindenhova. De ígérd meg, hogy a Hellónak nem lesznek remixei. Szia, szevasz, csácsú, mici. Hello, mi a pálya? Természetesen el fogjuk énekelni a koncerteken, hiszen azt gondolom, ez egy emblematikus dal, de azért mi már váltottunk, nem szeretnénk minden áron csak táncolni, hanem mondom, egy kicsit férfiasabb és jobb szövegvilág, tehát egy korábban hozzánk illő szövegvilágú. Hát a jobb szövegvilág, igen, legyünk őszintén, annál nem lesz nehezebb, ugye? Tehát, hogy azért ez talán nem is akkora kihívás. Tehát, mint szövegvilág, ugye, hát azért ez valóban nem volt erős szövegvilág, ott a kép, a látvány, a klipa, hogy ugráltok félmesszerűen fehér ingben, ott azért az vitte a dolgot. Tehát, hát meg Levi most már csak keringőzni tud. Hát nézd, a képi világ, a szövegvilág, de minden más lesz, új lesz, azt gondolom, hogy próbálunk haladni a korral. Hát muszáj is egyébként, igen, fehérig, mert félmeztelenül, bár ez a dolog halálra lenne ítélve, de reméljük, hogy egyébként működni fog. Mind rukkolunk, szeretjük a retro hullámot, a Cosmix-et, az UFO-t, a bestiákat, benneteket, mindenkit. Meg jelenség voltatok, ez teljesen egyértelmű. Igen. Köszönjük szépen, jó munkát nektek! Én köszönöm. Csókoltatjuk a többieket. Így van. Csókoltatjuk a többieket. Julient is, J.D. bácsit is. J.D. bácsi, mondjátok, már ne nagyon kapkodjon, mert az ő körül becsípődik egy ideg, akkor már nagy bajok vannak. Csak lassan, mondjátok meg J.D.-nek, ne rohanjon, nincs odaér. Sok ember megirigyelhetni, nagyon sportos alkat most is, és hihetetlen állapotban van a hangszalagja is. Persze. Nagyon nagyokat énekel még most is. Persze. Mint rég. Úgyhogy... megyünk előre. Helyes. Köszi, ciao, vigyázzatok magatokra. Hello. Hello. Sziasztok. Hello. Hello. A Kozsó ügyes volt. Gyerekek, a Kozsó ügyes volt. Tényleg. Jó. Jó. Ugráljál csak jobbra, balra. Én soha nem várom. Valós lábba. És közben integet. Tényleg az meg volt, J.D. már akkor 43 éves volt? És minden műsorban megkérdezték. Megkérdezték, hogy te hány éves, hogy 23. 23. Szerintem hazudniuk kellett a korukról, gyerekek. Hát nem mondhatták el, hogy ő már akkor 38 éves volt 97-ben. Akkor ő most 48 éves. De talán azt mondta, hogy ő nincs is benne, azt hiszem. Ja. Kicsoda. A J.D. nincs benne. Elmondta, de benne van. Benne van? Benne igen. Van. Én láttam csak ültetik a színpadon. Hogy a fenében? J.D. bácsi. J.D. bácsi, meg ne nagyon ugráljon. Egyébként annyi idős, mint mi. Ő annak idején együtt zenét a igen, csak nekünk nincs fiú zenekarunk, János. Ja, mondjuk ez is igaz. Mondjuk még. Nem van egy fehér ingem. Még az útkorszakban. Na jól van. Drukkolunk nekikkel, kedveltük őket. Jól van. 9 óra múlt pontosan 40 perccel, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 múlt, pontosan 1 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát gyerekek, itt még gyöngyszemek vannak. Emlékeztek erre a dalra? Nem. Ez is sájga, ez mindjárt refrén megismered. Nem a te hibád sájga, ez nincs meg. Hát szükségem csak te hallgattad ebből a hármasból. Na jó. Nem a te hibád, ez is egy nagy sájga, ez sláger volt egyébként. Jól van, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgettünk ma reggel. Van egy település, Kőrös Tetét, ez a neve. És hát ha ide megyünk, akkor biztos, hogy Magyarország egyik legbiztonságosabb rosszul tetétlen. Mondtad? A végét Körös Tetétlen, így van. És hát ha ide megyünk, akkor Magyarország egyik legbiztonságosabb helyére látogatunk el. Egy bulvárlap megírta, mi is beszéltünk róla, hogy ugyan sok helyen romlik a közbiztonság, szaporodnak a bűnesetek. Itt azonban lakossági összefogás. Bizonyám.
humán optikai kamerarendszer. Mammer security. Nyitva hagyott ajtók, nyitva hagyott lakások, el nem lopott bringák, autók és a szabadban játszó gyermekek kerítés nélküli házak várnak bennünket, mert hogy hát humán erőforrás figyeli a biztonságot. A biztonságot fölírják az autód rendszámát, ha odamész. Felhívtuk a polgármestert, hogy meséljen nekünk arról, hogy mi az ő biztonságuk titka. Tettük mindezt úgy, és annak a reményében, hogy jövő héten nem rabolják el az egész települést, ha esetleg olyanok is hallgatják, akik most ötletet kapnak. De nagyon helyes volt a polgármester. Nagyon jó fej volt, és egyébként Körös Tetétlen nagyon szép kis falu, érdemes felmenni a honlapjukra megnézni. Igen. És Feri felvetett egy érdekes dolgot 8 óra után, miszerint ugye a kislánya Panna ma felvételizik. Arról beszélgettünk szülőként, hogy egyrészt milyen iskolát választasz a gyereknek, mi a jobb, hogy a gyerek jól érezze magát, vagy figyeled azt, hogy milyen teljesítmény, milyen tudást kapott a gyerek, vagy várnak el tőle. És egyáltalán mit mondasz a gyereknek, amikor nekünk szülőként fontos, ahova ma megy, és jót kell írnia, ugye? De hát mégsem sokkolhatod a gyereket azzal, hogy na kislányom, ha most nem vagy ügyes, akkor eljelj. Hát ez egy nehéz kérdés. Behúzod a kéziféket nála, adsz egy olyan löketet, amivel lazán megcsinálja az egészet, mert nyilván a te gyereked és alkalmas rá, hogy oda járja. Alkalmas. És véletlenül fel is veszik. Velem ellentétben. Szóval erről beszélgettünk, hogy hogyan engedi el a gyermekét az ember felvételizni, mit mond neki, és ki milyen iskolát választana a gyereknek. Erről beszélgettünk, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Rossz indulatú bulvár újságíróknak jelezzük, hogy humorizáltunk egyébként, idézőjeles volt a megszólalás, és semmilyen szinten soha nem értünk egyet az erőszakkal, ugye tegyük hozzá, mert hogy vannak némileg aluliskolázott bulvár újságírók, akik szívesen forgatják ki a szavainkat, azért, mert az anyjukat is eladnák egy címlapért egyébként. Úgyhogy ezt azért így tegyük hozzá. Zárójelben ajánljuk az egész megszólalás meghallgatását. Sokat segíteni a hazugságra épülő cikkek megjelenésén egyébként. Úgyhogy, igen, ez egy nehéz dolog, drukkolunk ma neki. Legyen ügyes. De mit mondjak neki az utolsó beszélgetésre? Mondd azt, hogy menj és csináld meg azt, ami tőle telik, legyél ügyes. Azt ki magadból a legjobbat. Szeret. Én úgy is szeretlek, ha nem igen. Sikerül, akkor is szeretlek. Ha sikerül, akkor ugyanúgy jobban. Szeretünk. Igen, nem csalódunk benned. Olyan szépen motivált János. Nem csalódunk benned, semmi baj nem lesz, ha nem sikerül, menj és hozd ki magadból a legjobbat. Legyél ügyes, nagyon szeretlek. Ennyi. És ez tök jó. És semmi terhet nem tettél rá, nem mondtad neki, hogy így vagy úgy, ha nem sikerül. Biztatod, hogy a legjobbat hozza ki magából, de biztosítatod arról, hogy ha esetleg nem, te ugyanott állsz és ugyanúgy szereted. Egy szülő feladata nem más, mint ezeket a mondatokat szerintem ilyenkor egyébként elmondani, és ezzel meg vagy. Nem tettél rá terhet, érezteted vele, hogy fontos, de nem stresszeled a gyom. Hívom őket, elmondod neki, hogy ezt üzenem. Bevéte Balázs vagyok, szia Panna! Na, figyelj, apád Balázs, azt figyelj. Üzeni, hogy... Apád azt mondta figyelj, nekem. Kicsit. De nem, tényleg, ez a jó. Aztán a többi rá van bízva, nem? Így van. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt. Este átjössz hozzánk fektetésnél, amikor már 26-szor szólok nekik, hogy kéne menni aludni, és akkor így szépen elbeszélgetni. Ilyenek, olyan jól meg tudod csinálni. Hát. És képzeljétek el, pontosan ma 10 éve vagyok apa. Isten értesse sokáig. A Rómeó 10 éve született. Azt a mindeni. Gratulálunk. Na, durva, mi? Elmúlt ez a 10 év. És látszik is. A Rómeón, de hogy is olyan szép gyerek lett belőle. Van egy nagyon jó könyv. Ritkán olvastok, tudom, de... Hallod, Proli? A kőszívű ember. Nem. Hallod? Megvettem. A Google-ba mi az, hogy könyv? Igen, mi az a könyv? Nekem van otthon egy. Nem, tényleg nem. Az illatos kert. Neked már nem kell, Jani, mert neked már nagy a gyereked. De Csabi, neked, nekünk pedig nagyon jó. A könyv címe az, hogy beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje. Ez egy nagyon-nagyon jó könyv. És arról szól, hogy te szülőként az alapvető jóindulatú kommunikációban mit rontasz el a gyerekkel, és egy-egy bizonyos mondat helyett mit mondjál, hogy a gyerek azt úgy értelmezze, hogy jó legyen. Fantasztikus könyv. Nagyon-nagyon érdekes. Lassan tudod olvasni, mert nagyon tömény, de hihetetlen jó. Gyorsan hát, nem is. Hogy a igen. Francba. Neked ebből a mondatból a tömény szót egyszer, aha. Tudom. De hogy... Képek vannak benne. De igen, beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje. Fantasztikus könyv minden olyan szülőnek, aki szeretné egy kicsit jobban nevelni a gyermeket, és nem azért, aha. Mert rosszul neveled, hanem mert nyilván minden szülő arra törekszik, hogy még egy kicsit jobbat adjon, többet adjon. Brutálisan jó dolgok vannak benne. Beszélj úgy, hogy mi volt a szó? Beszélj úgy, hogy ne. Jó lesz, már a könyv se érdekelje. Hallgasd úgy, hogy elmesélje, ez a könyv címe, fantasztikus könyv egyébként. Tényleg. Olvas neki belőle. Ne a gyerek megolvas, te olvasd el szülőként. Vigyázz, ismeretlen szöveg, és ne hangosan. Hatékony gyerek nevelés.
Igen. De nagyon egyszerű dolgot olvastam a könyvben, és például baromira működik, ugye? Amikor a gyerek például elesik, vagy a gyereket bántják bent az óvodában, és elmondja neked, hogy ő sírt, vagy mondjuk elesik, és nagyon fáj. És akkor te azt mondod neki, hogy jaj, nem is fáj az annyira. Uh-huh. Ilyen nagyon banális dolgok vannak benne leírva, de szerintem, jaj, nem is fáj annyira, fuss el tovább. Akkor a gyerek egy idő után azért lesz frusztrált, mert azt érzi rajtad szülőként, és azért csalódik benned, mert azt gondolja, hogy te nem érted meg az ő fájdalmát, és te azt mondod neki, hogy nem is fáj annyira, menjél. A gyerek frusztrált lesz. Tök érdekes, ez nem arról az, hogy jó, hogy kényeztesd el. És neki azt mondod, hogy tudom, hogy ez nagyon fáj. Ez most biztos nagyon fáj neked. Abban a pillanatban a gyerekben egy nagyon érdekes komfortérzet születik meg, mert azt érzi, hogy az apja megérti, hogy akkor ő ott nagyon nagy fájdalmat érzed, vagy például megverik. És azt mondod neki, hogy jaj, hát a zsombor biztos, hogy nem is akart akkorát ütni. Itt a könyv azt mondja, tök érdekes, hogy mondasz neki, hogy az biztos nagyon rossz lehetett neked. Vagy az biztos nagyon fájhatott. És hogy folytatod? És utána vannak hogy Hansaplast felső fiók. Csináld meg, elég nagy vagy már hozzá. És ebben a pillanatban a gyerek megnyugszik. Az apját. A gyerek megnyugszik attól, hogy te, mint szülő, megérted az ő fájdalmát, és már nem is akar annyira sírni, már nincs is annyira elkésen, azt mondja, hogy apa megért. Tök jó, és én mit mondasz, jaj, dehogy is nem fájt. Közben azt mondta, hogy az biztos rossz. Aha, az biztos fájt. Tehát egy gyápit lesz a gyerek. Nem, dehogy is. Nem, érdekes dolgok vannak benne, mindegy. Hívjuk a nap hallgatóját, tényleg jó dolgok. Én apró kicsi kis kommunikációs formák, hogy tudod úgy átformálni, hogy a gyerek érezze, hogy ott vagy mellette, de nem azért, hogy hülye elkényeztetett majmot csinál, ez nem erről. Szóval nagyon jó könyv. Nagyon szép könyv, tényleg. Nem lehet mindent elintézni felé pár kiló liba tepertővel. Szerintem igen. De már májjal, igen. De már nem, igen. Hogy itt ki volt? Na, nektek komolyan beszélni, Csabi, hát te vagy itt a fény az alapokban. Na. Isten, drága hallgatók, ti vagytok csak nekem, komolyan. Olvassátok el, drága szülők, jó könyv. Mi nem érdekel? Jó, hallgatunk nincs, Csabikám. Remek zenénk? Mondhatnám hosszan is, de röviden, ránézve az órára. Olly Murs és Demi Lovato. Közösen Demi Lovato megvan nektek? Hogyne! A Virág nézhet tévét? Így van. A Camp Rock című sorozat a Disney ment, és annak az egyik főszereplője. Demi Lovato. Jeremy Buzatóval dolgozott nagyon sokáig együtt, csak aztán Jeremy mást is, többet is akart. Na, az Only Murs pedig X-faktoros volt, a hatodik szériában lett második Angliában, de hát őt már azért régebb óta ismerjük, hiszen vannak nagy slágerei, és most ők közösen készítették el az Up című slágert, úgyhogy mutatom, jó. Meghallgatjuk. 10 óra múlva 3 percet, Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, ez Csabi telefonszáma, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szevasztok! Sziasztok! Csau, csau. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.